budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Után 14 perccel itt vagyunk, háló mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Már szerda van, telnek a napok, és ma sajnos ez lesz. Tegnap sem volt túl jó. Hát ma pláne ilyen lesz, tehát hogy tegnap azért mondtak napot, és nem volt. Már nem mondtak, úgyhogy ma egészen biztos, hogy nem is lesz. Bár lehet, aztán meg ma meg lesz, nem tudom. Nem lehet ezt tudni. Jó az idő. Figyelj, reggel 17 fok volt. Nincs hideg. Hát akkor meg... Igen, egy pár fokot, egy kicsit melegetett. Ne akarjál napozni, mondjuk nem? Maximum. Ennyi, élvezzük a jó időt, lehet menni, jönni. Hát a hétvégén nem lesz egyre jó idő már. Jön valami brutál hidegfront, igen. Mi van? Hidegfront kézene. Egészen kézene. Konkrétan azt mondják, hogy péntek szombatra akár megdőlhet a hideg rekord is. Ne tehát 0 fok, mínusz 1 fok. Most mi az Isten bajuk van ezeknek? De tényleg, tudom, végre lazulunk egy kicsit, lehetne országos menni. Országos meteorológiai szolgálat. Még én azt hallom, hogy lehet, azóta frissült, hogy vasárnap. Tehát még a szombatunk az megmarad, és vasárnap csúnya lesz. Tehát vasárnap megjön. Mindenki vegye be az abból a frissen kirakott muskátlét. Jó? De. Az biztos. Ne, hogy odafagyjon. Anya, te is. Az be kell venni, mert hideg lesz, de hogy megint ez a hétköznap jó hétvégére áramlik című sztori, hát ezt nem szeretem. Ezt nem szeretem. Hát ettől függetlenül én menni fogom. Akár hideg lesz, akár meleg lesz. Igen. Hova? Ja, most már lehet. Most már lehet, sajnos. Szerintem Borsod. Borsod? Uh-huh. Borsodba megyünk. Nagyon régen voltam már. Van ott egy-két hely, amit mindenképpen meg szeretnék látni. Lenne alvós Borsod? Váracska, nem. Jövős menős, de korán indulós, későn jövős. Persze, mert akkor még virág elől le tudtok lépni, amíg alszik. Ja, nem jön? Ja, nem jön. Így se jön. Ápácska, nem megyek. Gyerekek, fél egyig voltam fent, úgyhogy nem tudom már, amit ígérhetek. Miért nem? Vért és könnyeket, ezt tudom ígérni. Aludni? Sorozatot néztem, úgyhogy befejeztem a Michael Johnson, vagy Michael Jordannek ezt a Last Dance nevezető Netflixes nagyon sorozatát. Durva. Hát olyan szinten hatása alatt vagyok, nagyon durva. Igen. Tényleg nagyon jó. Szóval, hogy az valami elképp fél egykor. Picit magadra ismerni. Igyekeztem magamra ismerni. Egy picit igyekeztél. Mondom, oda születek én is Michael Johnson, Michael Jordan vagyok, amit mondok, mi Michael Johnson. Igen. Tehát, hogy így... Nagyon tudok vele azonosulni. Ugyanígy csináltam volna én is. Ugyanígy, hasonló, jó. Sok szempontból hasonló. A saját érdekünkben kérem, hogy ne. Tehát, hogy létszik ne. Tehát, hogy ne, annyira azért ne legyen. Csoltan. De nagyon jó. Még egy rész. És mondom, 11 óra van. És akkor nem szólal meg a kis ördög, hogy Balázs. Nem, én eltájoltam magam időben. Azt hittem, hogy ilyen 11-kor hagyom abban. És letámajogtam a lépcsőre, és mondom, fél egy. Nem hiszem el. Fél egy, úristen, mondom. De vége van, 10 rész volt, úgyhogy. És minden egyes epizód úgy ér véget, hogy... Mint egy 24 rész. Következő epizód, tudod, megjelenik, következő epizód, már töld be, ülsz, már rohagyd meg. Belefér és nyomsz még egyet. Igen, és belekezdesz, nekem is most így van. És utána még fél órát olvasgattam még az önéletrajzát, meg hogy hova igazolt utána. Arról már nincsen szó utána. Még én ezt a feloszlás... Nem mondd el, mert én nem néztem meg a végét, nem tudom, hogy visszaborult-e. Én ezt a feloszlást értem teljesen. Akkor csöndbe vagyunk mindannyian. Igen, hogy megnyerik el az utolsó. Azt nem bontják ki eléggé, hogy az miért nem irattak velük alá még egy évet. Tehát, hogy az egy mondattal volt megideologizálva, de hát egy nyerő csapat volt, és maradt volna Scotty, maradt volna Dennis Rodman, maradt volna ő is, mindenki maradt volna, ha még egy évet aláíratnak velük, és valamiért nem. Hát de azt nem értetted, hogy miért nem. Nem volt már bennük a Jedi, öregek volt. Megnyertek 6-ot. Mondta a Jordan, hogy még egy 7-re lehet, hogy visszament volna, ha aláíratnak velük egy évet. És mi a nagy csapat mindenkit, és szélnek keresztették őket, mindenkit. És nem is értett, hogy miért. Azt mondják, hogy egy biztos, hogy lett volna még benne, és utána hát arról, hogy a Jordan rengeteg sérülés, meg a kora ellenére, és még mire volt képes, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy később ugye visszatért a Washington Wizards a sorhaiban, ott egy részben tulajdonos volt, de ez egy nagyon gyenge csapat volt. És aztán sikerült belőle játékos, azt hiszem, hogy sportigazgatóként egy nagyon erős középcsapatot csinálni, és ott is, abban a csapatban, és ő volt a legponterősebb játékos, még mindig, de úgy, hogy a 40 fölött, és azért hát olyan tempót diktált magának, ha másért nem, akkor érdemes megnézni azért ezt a sorozatot, mert hogy olyan szintű
profi sportolói mentalitást ismerhetünk meg, ami abszolút párját ritkító. Nem nincs olyan mondat, hogy ma nincs kedvem edzeni. Nincs. Abban a korszakban nagyon durva a fantasztikusabbnál fantasztikusabb kosarasok voltak az NBA-ben, döbbenetes nagyságok, és ez az ember mindegyiket überelni tudta. És minden évben talált magának valamilyen motivációt. Kettő és általában egész. Személyes ügy, tehát az volt az érdekes, hogy mindig személyes ügyet tehát csinált belőle. Nem lóvéért belőle. Csinálta, hanem valaki beszólt. Nem, a személyes ügy. Bár nem. A lóvéval sincsen egyébként semmi gond, igen. Neki marha érdekes, hogy még mindig élnek a kontraktusai. Még mindig. Most kivétel láttam, nélkül. Hogy árulja a házát. Tudod, hány négyzetméter a pecó? Hát. 5200 négyzetméter. Nem a telek, nem a telek. Ez maga az épület. 5200 négyzetméter. Mi van? Beteg. Tényleg beteg. A irgalmatlan lóvét nagyon, szerzett biztos, nagyon. De hogy az tök érdekes, hogy nem ez volt a motiváció, hogy én jól éljek belőle, hogy győzni akart minden valaki 2,1 milliárd dollárt szedett végül össze. Uh-huh. Azért ez nem kevés. Igen, megpróbálom felszorozni. 2,1 milliárd dollárt, igen. Nagyon szimpatikus volt az árszpatikája, mert azt mondta, hogy én ezt így csinálom, ha valaki akar játszani, akkor játszik velem, ha nem kell. Aha, köszönjük tehát, szépen. Jó, akkor meg is vagy. De legalább tiszta lapok vannak. Hát meg semmi olyat nem kért soha a csapattársaitól, amit ő ne tudott volna megcsinálni. Igen. Meg hát, hogy csinálnak a Netflixen dokumentumot, mert ez is érdekes, hogy tényleg ez már nem az a száraz interjú kisfilmbe játszás, hanem olyan szinten van alázenélve, olyan drámai, úgyhogy oda abba izgulsz, hogy folyik rólad a víz, mert nem tudod, mi lesz az utolsó rájátszás eredménye, és ott van vége. És tehát, hogy annyira profik az amerikaiak, hogy az valami elképesztő. Nem láttam még ilyen dokumentumfilmet így megcsinálva, alázenélve. Dráma, izgulsz. Sírás, izgulsz. Tehát, hogy nem egy klasszik, tudod, egy ilyen unalmas sportfilm, hanem ilyen 10 részig, mint a legdurvább amerikai sorozat. Tehát, hogy fú, nagyon erős. Látott, soha nem látott felvételekkel olyanokat, amiket eddig még senki nem láthatott egyrészt, vagy fotókat láthatott róla. Ezeket honnan szedik elő? Igen. Mennyi a háza? 5200 négyzetméter? Azt írja a újság, itt olvastam a na, monitoromon. 5200 négyzetméter. Nagyon kell. 5200 négyzetméter. Jaj, az hogy jó. Mit csinálsz? Hogy, az jó. Hogy hát én megmondom, okay, én sövényt ültetnék bele. De meg várjál, füvet. Ez nem a telek. Tudom, ez a ház. Ez a ház. Van benne kép róla, de csak úgy, hogy interjúzák is, de látod mögötte, hogy olyan tér van, meg egy márványoszlop, meg egy márványpadló. Korintoszi, kararai márvány, meg minden, de gyönyörű az egész. Elolvastam, hogy elvált, aztán újra megházasodott valami fiatalapkával. Micsoda meglepetés, azt hittem egy idős kis nyugdíjas. Valami fiatalapkával. Maga mellé. Egy kis véretömlesztés. Igen, maga fölemelte magához. Úgyhogy tényleg nagyon komoly, nagyon beszippantja az embert. Igen, tényleg nagyon jó. Ez kikérdezi valaki, Illés Béla? Igen, hát az Illés Béci. Illés Béci a legnagyobb király. Igen, az utolsó MTK-s labdarúgó, akinek én követtem a pályáját, én nagyon tiszteltem. Hát, Illés Béla fan ő vagy. Ő ugyanaz volt kicsibe. Az MTK-nak. Igen. Mint Michael Jordan. A Chicago Bulls-nak. Igen. Na, egyébként minden oké, minden rendben. Jó vagytok, minden. Van. Tegnap végre eljutottam egy ilyen cukrászdába, úgyhogy végre. Figyelj, szerintem 2 hónapja nem ettem. Semmi olyan, pampogás, olyan kedvesek voltak, jó nem, voltak. Nem, de ők az első 3-ban benne vannak, néha elgondolkodom. Tegnap elkezdtem gondolkodni ezen, nyilván senkit nem érdekel. Csak az első 3-ból melyik? De hogy igen, hogy vajon az első helyen vannak, vagy pedig csak az első 3-ban. Kiszolgálás minősége, csomagolás minősége, termékek minősége, fél perfekció. És elvitted, és nem ülték ki a teraszra? Nem. Nincs teraszuk? Fönt van valami, de nem. Így ilyen külös... Ott nem nagyon szoktam. Elhoztam. Epres kardinális. Kardinális egyébként szerintem borzalmas. De Epresvált, de ők még nem. Nem általánosabb. Nem, mert a kardinális az annyira fapad. Tudod, hogy abban nincsen igazából semmi. De még ezt is úgy meg tudják csinálni, hogy így Jézus Mária. Akkor bevásároltál, összecsomagol, hazazötyöd félvele, és így van meg. Így van, és még Virág is mondta. Ezek te hozhatsz meg. Olyan szépen dicséd ez a gyerek. Így, tiszta apja. És akkor helyre rázottál egy ugye, jó sütitől? Hát ez nagyon jó volt. Tőle. Ez nagyon jó volt most. Nagyon jól esett tegnap. Megmondom, perfekt. Tehát, hogy mindenféle tekintetben perfekt. Hozzájuk kéne járni a sokaknak. Tanulni. Nem érnek rá, mert ők gyártják tudod a krémest, amit megveszem. Tanulásra már nincs idő.
Viszont van egy nagyon fontos dátum, erről lefeledkezzünk meg, május 20-a. Ma lehet utoljára rendelkezni az adó 1%-ról, pontosabban 1+1-ről. Ez tényleg nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem rendelkezett róla, azt tegye meg. Megteheti ezt még postai úton is, így van, postai úton is, tehát, hogyha ma még feladod, akkor azt még elfogadják, illetve például az ügyfélkapukon keresztül is lehet. Egyetlen gomnyomás az egész. Kiválasztasz meg. Nem egyetlen. Amikor már megtaláltad, akkor. Amikor már nyomtál százat. Hát figyelj, én csináltam róla egy videót a népnek, hogy mert olyan, hogy én úgy felidegesítettem magam, hogy miután belépsz az ügyfélkapuba, kiválasztod, hogy 1% rendelkezés, beírod, akinek oda akarod adni, és azt mondod, hogy akkor igen, utána, ha nem görgetsz le az aljára, akkor elvesztetted akkor az egészet, mert ott még ott van. Ezt nem akartam én elmondani, mert nem akartam egy 1000-est bedobni zsörtölődésére. Pedig az jó lett volna, mert basszus, be is szedtem volna az 1000-est. De ha én odaadom érte, de ez egyébként jogos zsörtölődés, mert egyébként, ha azt hiszed, hogy leokéztad, ha nem görgetsz le az aljára, hogy de biztos-e, de igen, de maga tényleg rendelkezni akar, akkor nem megy oda az 1%. Tehát ezt csináljátok meg. Na, igen, de nagyon fontos, rengeteg olyan alapítvány van, egyesület van, szervezet van, akiknek ez az életben maradást jelenti szó szerint. A napi működésüket ebből finanszírozzák. Ne és évről évre egyre kevesebb. Évről évre egyre kevesebb jut el egyébként az emberekhez. Neked nem kerül semmibe, tehát hogy egyetlen fillére be se kerül, viszont hogyha nem rendelkezel róla, akkor az szépen marad bent a államkincstárban, aztán költik, amire költik. De közben meg a cégeknek szeptemberig adtak haladékot az adóbevallásra. Tehát akkor hogy van, hogy azért az 1%-ot el kell küldeni? Hát az 1%-nak fixen szerintem. A személyi jövedelemadó, tehát ugye a cégnek nincs hozzá köze. Tehát azzal a cég nem rendelkezik, tehát a személyesen te rendelkezel, az a te személyi jövedelemadód, tehát az nem céges adó. Ja, hogy nincs a kettő nincs. Igen, az egy másik dolog, hogy egyébként ráérsz megcsinálni. Cégek megcsinálják, mert ráérnek megcsinálni. Minden évben fontos, de ebben az évben aztán meg végképp. Nagyon sok, hát tudjátok, hogy nekem mondjuk a szívügyem az, hogy mondjuk az állatvédelemben minél több pénz menjen. Rengeteg olyan állatmenhely van az országban, ahol az éhezés határán vannak az állatkák, mert hogy ugye ez az elmúlt két hónap nekik is nagyon odavágott, ez az 1% nagyon-nagyon kell nekik. Tényleg, szó szerint élet és halál kérdése. Úgyhogy rendelkezzetek róla, tegyétek meg. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, és tényleg nem kerül semmibe az égvilágon. Úgy is van, igen. Köszönjük szépen. Úristen, most nézem a Jordannek a házát, valaki átküldte, hogy miért eladhatatlan a chicagói birtok. Hát az nem tud tőle megszabadulni. Nem is csodálom. 29 millió dollár helyett már csak 15 millióért adja, de... Azt szerintem, nem tudom, hogy magánkórházat kell benne csinálni akkora. Felfoghatatlan. Jaj, gyerekek, és hol vagyunk ma? Azt még azért beszéljük. Szombathely. Szombathelyiek, jó reggelt mindenkinek, megy tovább a roadshow remek játékokkal. Szombathelyen legyünk? Legyünk Szombathelyen. Legyünk, mert akkor így szivatjuk magunkat halálba, mert akkor úgy kezdtük, hogy Sopron, Szeged, ma Szombathely, holnap szerintem legyünk Debrecenbe. Jó? Ja. Vagy Nyíregyháza, az még messzebb van Szombathelytől. Jó, ma legyünk messze, ma az, legyünk. Mert holnap választunk még a messzi helyszínt. Jó. Akkor ma Szombathelyen vagyunk. Mi Szombathelyen esik az eső, vagy jó idő van? Is, nem. Messzi helyszín, Barcelona? Hát ez, de jó lenne. De jó lenne Barcelonában lenni. Nagyon. Az idén elmaradt szerintem. Mi újság a csapat, Balázs? Semmi, nem álltam neki, úgyhogy... Tessék! Nem, mert tudod, mi van? El van repedve a szifon. Tehát azért ez nem el van dugulva, hanem mert a dugulásra egyébként nem ereszten alul, csak nehezen menne le a víz fölül. De azért reped, megnéztem, milyen hajszárepedések vannak rajta. Miért nem vettél egy szifont? Azt sem tudom, hogy néz ki. Szifonboltba. Szifonboltba? Szifonbolt. Így van. Keresek egy szifonboltot? Publi kereső szifonbolt. Így van, szifonshop. Szifonshop, oda elmész, elviszed. Megnéztem, megnyugtattam magam, hogy ez hajszárepedés, és abban a pillanatban hagytam a francba az egészet. Úgyhogy nem álltam neki, de ezt szerintem jól tettem. Én sem tudtam volna megcsinálni. Az egyiket igen, mert az el van dugulva, de a másik a hajszárepedések vannak. Úgyhogy mondtam, hogy ez... Na. Jó. Nem volt ott egy kis itt. Az kell cellukszal körbe. Cellukszal körbe. Én is merek olyat, aki ezt meglépte volna. Nem én vagyok. Először zoknit teszel rá, ugye, mert az felszívja, és utána becelluxozod az egészet. Nagyon ahogy a profit csinálják. Iszonyat korán keltem, fiúk, a fél országon át, hogy eljöjjek hozzátok Szombathelyre, a Neckermanos játékra jelentkeznék jön, és tipis top a bögrét, vagy a zabost állat Kriszta küldte nekünk. A Mizóton nagyon szép kis fémbögréket kaptunk ajándékba, csak mondom. Ne igazi klasszik. Fémbögréket. És hune van? Ottan van az asztalon kint. Ottan van kinten? Ja, megnézzük. Nagyon rendesek ezek a fiúk. A mikróban, mert
tűzijáték lesz belőle. Most már csak egy fél messze Roberta képet küldjenek, és akkor megvagyunk. Roberta. Nem? Mind mizó. Hát igen. Ennyi jár a nekünk azért ennyi év után. Igen. Igen. Ha van nekik ilyen a tartalékban. Ha van valahol egy kósza reggeli átöltözés a szállodában. A mizónál mindenkiről van egy fél messze. Igen. Persze. Most, hogyha hallgat minket, Roberta valószínűleg beleköhögött a reggeli latéjában. Roberta naked. Roberta naked beírta a Zsül. Hát ott vannak mesztelen Roberta képek. Ha mondjuk 80 pluszos Roberta is nékid be, akkor az nem, a meg még összám van. Átküldöm neked. Keres, kiég a monitor. Ez még korán van. Igen. De nagyon szép, köszönjük szépen. Na jól van, hát akkor gyorsan menjünk el, tudjuk le a kötelező köröket, jó? És aztán hát lehet jelentkezni a játékunkra. Tegnap sokan foglalkoztak ezzel, amivel mi is, úgyhogy örülök, hogy megcsináltuk, vagy hát jó, hogy foglalkoztunk vele, ugye az apropó szomorú, de ezek a balisztikus szakértő nagyon sok nyilatkozatot láttam interneten, hogy ez hogy történhetett, és mint történhetett. Hát ezt még hosszú hónapokig fejtegetni fogják, hogy itt mi történt. Igen. Ugye a 2 kilométerről lelőtt civilről van szó, akit egy vadász lőtt le. Egészen elképesztő ezek a mesterlövész puskák, olyan adatokat olvastam, miket tudnak meg, hogy hány métert veszítenek a magasságukból, mire 2 kilométerre. Igen, de ez nem az volt. Nem az volt, de hogy kell kiszámolnod, amikor egy ilyet lősz, ugye? És ez micsoda fatális véletlen, mert hogy direkt nem, vagy nem lehet senkit eltalálni. Matematikailag nulla az esély, amiről tegnap is beszéltünk. 2-3 métert zuhat lefele a golyó. Becsapodhatott volna a lába előtt. Tehát, hogy bárhova, mert olyan sok ez a 2-2,5 kilométer, hogy teljesen lehetetlen történet. És most gondold el, hogy a világ legsikeresebb mesterlövésze egy Simo Heihe nevű úriember, még annak idején a finn-szovjet háborúban, ő volt a legsikeresebb, 100 nap alatt 700 embert intézettel egy távcső nélküli puskával. Illetve 500 volt ebből távcső. Talán film is volt erről, hogy magányosan küldözi egymást a két bérgyilkos, ez nem vagy két mesterlövész? Nem, azt szerintem az ellenség a kapuk előtt volt. De igen, ő azért nem 2 kilométerre lövöldözött a finn mesterlövész. Ott is voltak. A nagyapja tanította meg vadászni. Aha. Egyébként. Jó, mondjuk én 100 méterre se találnék el senkit, úgyhogy... Nagyon súlyos volt. 500-at egy ilyen Mosin Nagant puskával távcső nélkül, és 200-at meg géppisztolyon. Aha. Igen, nagyon durva tényleg a történet, hát elképesztő sok véletlen kellett, hogy összejön sajnos. 7:30 van pontosan, gyorsan elmegyünk hírezni, reklámozni, írjatok, ha játszanátok, jövünk mindjárt a hírek után. Itt vagyunk, 3:47 van pontosan, jó reggelt, ma is tele leszünk játékokkal, ma adunk megint 100 000 forintot, 2x50-et valakinek, ugye kap ma megint valaki egy split klímát, jövő héten mobil klímát, úgyhogy szórjuk a hallgatóinkat, nagyon sok hallgatót tettünk már boldogá, és hogy mindig tele vagyunk KP nyereményekkel, úgyhogy majd szólunk, nem kell most még jelentkezni a játékra, nem kell írni, hogy játék, semmit, szólni fogunk, mindig 3:30 között, vagy 4:30 között játsszuk ugye a játékokat, tehát ez fix, az biztos, de a játékok ütemem, sorrendje az mindig cserélődik. Tehát mindig máshogy, vagy más sorrendben szépen rotálódnak a játékok, és egyelőre mindenki mindig nyert. Igen. Szóval, hogy... Hát jó. Hát, na jó, igen. Na jó. Igen, na, igen, na. De hát ez így szokott lenni. Na így szokott ez lenni azért, szóval, hogy tényleg odaadjuk mi mindenkinek. De még azok is nyernek, akik nem játszanak, mert hogy azért párosul hozzá egy olyan látvány, ami szerintem mindenki számára, aki felmegy. Rommá szivatjuk munka, gyerekek, Rommá. Megnézi minket, rámegy egy oldalán például. Igen, az asztalnál olyan jó ötletnek tűnt. Igen, nem? Ugye, igen. Ahogy ültünk, igen. Ott föltett lábbal érted, beszéltük a kutcokat, hogy mennyire jó lesz tejgó a fejed. De jó lesz, tegnap egész nap tejszagom volt, amíg nem mentem el arcot mosni, de még utána is, mert kiderült, hogy a pólóm is mindenem tejszagú volt. De működik ez, ha nincs ezzel van. Úgyhogy lehet jelentkezni, de még nem, most még csak a fekete-fehér nemet játszunk, aztán indulnak majd a játékaink. Jó? Na, egy puszi vagy egy ölelés? Na? Memé. Hova? Cecília néni megmondta, gyerekek. Na, mit mondott? Hát a nyúnyóka után az újabb gyönyörű nem mondat. Láttam. Nem internetezek annyit mostában, én sem vagyok a régi. Nem, de mit csinált? Elérkezett a puszi és az ölelés ideje. Ó, Cecília néni drága. Olyan hát én ezt már nyomom egy ideje. Aranyos. De most már mindenkivel lehet. Mindenkivel lehet? Igen. Jó. Igen. Milyen jó, hogy 2 nappal ezelőtt olvastam egy virológussal egy interjút, aki azt mondta, hogy ha lehet, akkor még a puszit kerülgéljük el. Én nem tudom, figyeljetek, bennem ez annyira felszívódott, hogy effektív eltűnt. Igen, szólni is akartam, ilyen puszilgassál már végig, nem is ismered őket. Traumatizált voltam egy-két hónapig, traumatizált voltam, de olyan szinten lépek oda, fogok kezet, adok puszit, tehát most úgy értem, hogy mit tudom én, a barátokkal. A biztonságőr ellen. Biztonságőr ellen. Igen, puszi, a középbe bemegyek. Te sohaló, hello, mi pacsi, ököl, pacsi. Csókoló, Marika néni. Közérbe. Szóval, hogy nem teljesen eltűnt ez a vírus. Én meglátok egy szájmaszkot, és érszem, hogy ja, vírus van, de hogy így, én szerintem ez már most nincs. Én legalábbis úgy kezelem, hogy ez most szerintem nincs.
De ha Cecília néni megmondta, akkor most már nyugodt vagyok. Azt mondta, nem jó. A nagymamája vagy anyukája ki, hogy szereti ezt a dolgot, hogy lehet puszi és ölelés is most már. Rendes ez a Cecília néni. De nyúnyókával együtt, vagy nyúnyóka nélkül? A nyúnyókát viszont nem oldotta föl. Nem oldotta mondta, föl a nyúnyóka tilalmat. Ne vigyük. Van, egyelőre nyúnyóka tilalom van az Optörzsnél, úgyhogy nyúnyóka nélküli puszi és ölelés lehet, de nyúnyókás nem lehet. Nem lehet. Nem lehet, és a nyúnyókát se adhatod oda megpuszilni másnak. Miért nem engedik már ezt a Cecília nénit? Ez egy olyan szimpatikus asszony, menjen vissza valahova, ahol jött, főzze be a lekvárt az unokájának, és aztán készüljön a második fordulóra. Piros sarokba Müller Cecília, a jobb sarokba koronavírus, készjenek föl, vegye be, kegye ki a fogvédőt, egy vödörre balzsamozzák át az arcát, jegeljék le a szemöldökét, és hagyják egy kicsit Cecília nénit most pihenni. Igen. Pihenjen egy Györfi, ők nagy comeback lesz itt szeptemberben. Kapjon egy beutalottadik szoboszlóra. Persze, menjen el egy kicsit. Súlyfürdő, iszappakolás. Menjen iszappakolás a súlyfürdőre, és hagy jöjjön vissza majd novemberben, amikor megint a könyökünkön jön a korona. Most hagyják Cecília nénit. Mindenhonnan valahonnan a halál végéről jár be egyébként, hozzák külön. Szegény. Visszaviszik, vidéken lakik, nagyon cuki, jön hát be, ez utazik. Iszonyú fárasztó lehetett neki ez az időszak, hogy, tehát, hogy megérdemli a pihenést. A all inclusive? Hajdúszoboszló all inclusive? Ja, egyértelmű. Még mit ne? Ja, dehogy nem, persze. Megérdemli, hogy tényleg két hét szoboszló. Súszkülbővel, masszázzsal, pihenjem. Jó, de vagy KP-ba, vagy előre foglalva, tehát nem Erzsébet utalványba. Jó, nem, menjen, pihenjen. Most már nem. A Györfit is egy kicsit hívják vissza. Hagyjanak bennünket lélegezni, most már ne adjon tanácsokat. A Györfi és a Cecília néni. Jó, keressünk már nekik egy hotelt, hívjuk meg őket. Mondjuk az annál a hoteles reggelinél az azért Görcsben. Az Györfi a másik oldalon Müller? Görcsben rándul nagyon, mert eszem a kis tojássántottámat a családdal reggel, és balról Cecília néniről, jobbról a Györfi. Reggelizünk. Rosszul csináltam valamit? Kiárási van újra? Nem mehetek? Mi volt a kérdés? Igen, hogy azt akartad kérdezni, Pali, itt a sonkás tekercs mellett, hogy hova? Ugye nem? Ugye lejöhetek ide a szállodába? Azért az egy erős csapat lenne. Jobbról Cecília néni, balról Györfi pár megérkezik a reggelbe, és mindenkinek megáll a kanál a kezébe. Modern szállodában. Tedd el a nyúnyókát! Szarán belépsz valahol, és elcsendesedik, tudod, a reggeliző hely. Fénykoromban megéltem ezt. Mindenkinek elhívták, kiessük a tojásra. A kamera. Ajajajajaj. Itt ezt most ürítik ezt a szállodát. Tényleg pihenjenek, menjen, most már hagyják őket egy kicsit békén. Jön, lesz ez még, nincs ez még lefutva. Menjen egy kicsit, fújjon egyet, vérátömlesztés, pici arcpakolás, iszappakolás, és aztán... Így van. Balra Cecília néni, jobbra korona, október. Második rész. Nem? És mi meg ott tépelődünk középen, hogy mi meg középen, mi meg középen a nyúnyókával. Én inkább Ceciliát választom, mint a koronát. Egyébként inkább. Fogom a nyúnyókámat, nézek balra-jobbra. Elképesztő meló lehet. Nagyon, hát ezt mondom egyébként, nagyon hozzák viszont. Napra eljárni, mindig információ, új információk, mindig hasznos információkkal, mindig megnyugtató dolgokat mondani alapvetően. Igen, nagyon cuki. Többször sikerült is. Egyébként egy cuki nő. Tehát, hogy nagyon kedves, nagyon aranyos. Kedves cuki nő. A nemzet nagymamája. Nyilván belekeveredett úgy ebbe az egészbe, hogy azért ugye itt lett egy ilyen politikai hangja ennek. Igen. Elkerülhetetlen ez a történet, de önmagában a nő egy kedves cuki teremtés. Kihátnád volna a teremből, már becsukták az ajtót. Én. Egy kedves cuki teremtés, én most már hagynám őt pihenni. Szegény. Ezt mi miért? Tehát jöjjön, nekünk kell egy Cecília majd ősszel is. Nem, én már nem néznék szívesen más. Nehogy kiégessük Cecília. Egy jól bejáratott vírus, jól bejáratott arc jöjjön vissza majd bennünket nyugtatni október-novemberben a második hullámnál. Nem? Jöjjön most oda egy hát 70-es bácsikot mondja nekem majd, hogy a punyókámmal megint nem alhatok meg. Megint ne adjunk puszit meg, megint ne menjünk sehova. Jöjjenek a Dream Team. Jöjjön a Dream Team. Érted? Michael Jordanek, Scottie Pippen, Györfi Pálnak, Müller Cecília. A budapesti Dream Team. Úgyhogy pihenhetne. Meg legalább néha mosolygott is, nem? A Györfi? Nem, Müller Cecília. Na, mosolygott. Az főleg jó, a végén. Megnyugtató volt. Voltak megterhelő időszakok, de ahogy oldódott a dolog, már egyre többet mosolygott ő is. Igen. Hát lehet is oka azért. Igen. Sikeresen. Igen, bizony. Mindenki nem mosolyogjon ott, mert nem mindenkinek áll jól. Visszavertük a támadást, úgyhogy lehet oka. Na. Azt mondja, puszi bárhova, kérdezi egy hallgató, szerintem igen? Hát igen. Bárkinek bárhova, akinek te akarod. Aki engedi. Bocsi, nem engedi. Hogy állunk, játéka, mennyi az állás? Jó. 2 ponttal vezetünk. Kettővel megyünk? Igen. De az egészen jó. Nagyon-nagyon jó. Össze 51-49? Igen, 51-49. Na jól van. Megnézzük, akkor kivel játszunk ma reggel. Nem, ne se rossz, de inkább legyen ez. Na most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem!
Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia! Hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Zoltán! Szia! Hello! Honnan hívtál minket, Zoltán? Sopron mellől Harka, képzeld el. Harka? Ah, hát. Harka? Harkán vagy? Uh-huh. Igen, igen, igen. Szép hely. Szép hely? Hát egy kis falu, de nagyon szép hely, közel van Sopronhoz, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy igen, ez egy élhető kis falucska közel Sopronhoz, úgyhogy igen, igen, szép. Szia Balázs! Szervusz Zoltán, üdvözöllek téged újra itt a Rádió 1 stúdiójában. Mivel foglalkozol, Zoltán? Hát lelkészkedem, és többek között veled beszélgetek mondjuk augusztus 16-án Füreden. Most esetleg a burkolt lekám, amit megbeszéltem. Most esetleg, hogy ki vagy. Hoppá! Te mi az Isten csinál? Jaj, nem lehet ilyet mondani neked, mert lelkész vagy. Tényleg. Mi csináltuk ti augusztus 16-án? Ha már nekem nem vetesz fel a telefon, akkor így elérlek, érted? Csak valahogy. De mindig nyomasztasz, azt mindig hívogattok, állandóan hívogattok. Nem szálltok le rólam, most már nem veszem fel a telefon. Volt egy beszélgetésem Sopronban, Zolival, egyébként nagyon jó kis beszélgetés igen. volt, ő evangélikus lelkész, és most lesz majd még egy valamikor Füreden, ha nem mondom. Még három? Ennyire elég érkeztem? Be voltam rúgva. Igen, Ádám, ha megbeszélted. Most már mennyi? Ütköztetjük a nézőpontunkat különböző világnézet. Tehát egy kicsit máshogy gondolkozunk bizonyos dolgokról. De egy csomó meccet volt azért egyébként. Abszolút, Buddha meg Jézus elő beszélgetett. És akkor egy evangélikus lelkészre beszélgettem egy előadáson. Nagy, hát hogy is mondjam, csak mindenféle ilyen. De kellemes beszélgetés volt. Én élveztem, hát a kérdés a közösség mennyire élveztem. Most már az ablakomat enged el, légy indulnék, ha vár a család. Jó? És még azt akarom mondani, hogy az evangélium azt írja. Jó, de egyébként jó kis beszélgetés volt. Igen, és ugye tényleg megyünk majd valamikor Balcsira augusztus végén. Hát a föloldják várják. 16-án pont előtte nap oldják föl elméletileg. Megvan jegyezve. 16-án akkor meg lesz, hát ki tudja, hogy most 500 fő vagy 800 fő, de ezt megbeszéljük utána privátban, most ez nem telefontéma. Ja, na, ez jó. Jaj, ne, akkor ma megint jó. fel fog szívni. Ma megint gyonnom kell. Ne vedd fel. Vártam, hogy hívtok, hogy jönjek nekem is, hogy jönjek nekem is. Nem hívtatok, mert annyi bűnöm van, de hát most nem mondom el, mindegy. Majd Füreden elmondom. Na, majd Füreden megbeszéljük akkor. Jó van, Zoli, akkor kivel játszanál? Velem? Veled. Hát de már mindent tudunk, már mindent megbeszéltünk. Egy 8 elmondásunk lesz, érted? Van egy új sorozat, amit ti most láttam, most lettek, és akkor tökszt beszélgetnénk veled. A Netflix-re. Na, a Netflix-es sorozat? Nem áll, hogy egy evangélikus lehet. Nem sorozat. Nagyon laza. Halálosan értem. Egyes film. Nagyon rendes gyerek. Jó srác az Oli. Te is az vagy, köszi. Na jó, nem. Most vagyok az evangélikus lelkészekkel, látjátok? Hát miért? Hát mindenhol vannak. Pacsi. Meg kell ágyazni, hogyha megvalóan is történik valami. Kell még pár szerződés, persze nyilván. Igen. Oké, jó van. Szóval mi veled játszanék, Balázs? Na jó van, akkor még esünk egymásnak, hogy még ez, amit nem tudunk egymásról, jó? Jani? 3, 2, 1, tessék! Na, beleköhögtem a telefonba. Balázs, van ez a, most jött ki a pár napja a Netflixen. Figyelek. Ez a Have a Day Trip. Láttad? Ez micsoda? Várjál, meg közben el kell indítanom a szignált, de meg lesz. Ja, jó, akkor megmászom. De a játék megy. Na. Ez amikor különböző zenészek, filmsztárok és mindenki nyilatkozik arról, hogy milyen trippeket éltek át. Így van. Nézem. Csak ez egy ilyen egyesés film volt, de hogy szerintem egy érdekes, hogy ki hogy élte meg, van itt pro meg kontra, szóval hogy ez engem nagyon érdekelt és nagyon lekötött, szóval láttad végül is? Belenéztem, elkezdtem, egy barátom végignézte, ebben van Sting is? Abszolút, ő kezdi, aztán jön a Leia hercegnő, most nem jut eszembe a neve. Kerry Fisher. Hát meg is vagyunk, nem jut eszembe a neve. Lelkész úr! Hát mi történik itt? Köszönjük szépen! Arról szól, hogy milyen tripjeik voltak, és hogy használják a különböző, hát hogy is mondjam, csak pszichotikumokat, tehát mondjuk az LSD-t és stb. Így van. Ezt elrontottam, pedig azt hittem, hogy megnyerem, de mégsem. Hát, ilyeneket nézel, ilyen borzasztó dolgokat. Hinni a templomban kell. Hinni a templomban kell, elkészként.
mindent. Valami ilyen kis ütőbe beleteszem a kis cuccot, aztán mindenki boldog lesz itt a gyülekezetben. Mondom, hogy jó, az a baj. Na, lenne. Legyen egy ilyen, tegyük őket egy tripre, igyanak meg valami kis picit, és aztán majd hadakozzanak a sárkányokkal, mi meg beszélgetünk, fura dolgokról. Benne vagyok egy ilyenben is. Jó, Balázs. Belenéztem, még nem néztem végig, láttam egy-két nyilatkozatot, tetszett egyébként, nagyon érdekes. Jó, komolyan, jó kisfilm, ajánlom mindenkinek. Nincs ebből egy evangélikus lelkész, az LSD-ről beszélgetünk. LSD-ről elkész úr, elarohadt életben. Jól van, oké, akkor augusztusban találkozunk, jó? De várjál, csak a föloldják, mert 500 alatti rendezvény, hát láttad, mennyien voltak, engem nem érint, szóval, hogy tudod, hogy... De ha csak te mész el... Hát nézd, 500 főig is az jó lesz, csak nyilván akkor meg kell beszélnünk itt a leosztás, ugye, mert azért 500 fő, nem 800, lehet, hogy ennyi. Hát 80-20, neked 20 zsebbe, atyám, nekem meg. Igen. Atyám, a lóvé az lóvé zsebbe. Neked versenybe 20%, nekem 80 zsebbe. Hisztus kuposfiát őrizték ingyen, érted? Hát így van, érted. Abszolút, tehát, hogy ennyi. Valád, örültem neked, szevasz, addig. Vigyázz magadra, jól van, ciao, ciao. Csáv. Hát ilyen lelkész is. Óriási, jó figura. Mondjátok, hogy nem lenne jó egy ilyen előadás, érted? Ott ül a lelkész, hogy úgy osztottam ő és engem. Nagyon jó, nagyon érdekes volt. Nyilván egy csomó közös kapcsolódás is volt, de a világnézet szempontjából van egy csomó különbség, hogy ki mire hogy gondolkodik. És akkor ezt mi ott megvitattuk. Jó fej, nagyon laza. Meg tudtad valamilyen változtatni a világnézetét? Van olyan pont, nem, ahol nincs, nem. Mi? De ő is az enyémen. Jó, tehát, de azon nem csodálkozom. A sziglaszilány. Tehát még ott maradtam, egészen sokáig beszélgettem velük. És nem csak a ragadány, hanem a lelkész. Tessék? A lelkész. Egy ilyen helyi menő, tudod, és a lelkész. Na jó van. Nem ismertem meg az elején. Na jó, oké, akkor jövünk mindjárt 2 perc, akkor most kiéletapod, ne hoztuk. Miénk, hát milyen? Mi az, hogy kiéletapod? Ennyi, hát lenyomtam, érted, lenyomtam. Hát 3 pontocska van itt, halló, 52-49. 3 pontocskával megyünk, érted. Hol, nem kegyelmezünk senkinek. Hol, egy katolikus, ez a református, érted. És utána megvan. Jöhet még akármi. 1 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a gyerek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, 7 óra után 12 percet támadunk, gyerekek, jobbról támadunk, megszöktetjük Ferit, Feri visszapasszolja Janinak, Jani pedig center pozícióba megjátsza. Megjátsza az ütembiztos lábút kezüt, és... És gól! És gól! És vezetünk. Ennyi történik ma reggel. Les! Le, nem? Ó, ki a bíró, Kassai? Ellenünk fúj. Ellenünk fúj, hova fúj, nem látja, hogy volt lőttünk. Na, itt vagyunk, kevés a közlekedés írunk, úgyhogy mondjátok, mi a helyzet, kicsit borongós, ilyen fura, frontos idő van, nem is értem, az ember úgy kicsit nehezebben tér magához. Aztán csütörtök pénteken belehúzunk, és aztán szombat, vasárnap Armageddon, vagy hát szombat estétől, vasárnap 16 fok, szakadó eső, hideg, hideg rekordot. Már hétfőtől, hát mennének étterembe az emberek, kiülnének. Szombaton igen, vasárnap nem. Tehát vasárnap sehova. Sehova. Vagy hát mehetsz, sehova senki, de igazából az nem lesz túlságosan. Aha. Jó, mert valami sarkvidéki hideg érkezik majd. Na, azt mondja, hogy... Egy hegyalja utat tudok neked. Annyi, van egy hegyalja utunk? Hát, hogy forgalmilag. Kifelé tele, befelé senki. Az előbb kivoltunk Lacival. Igen. Olyan jó, írt a hallgató, hihetetlen, hogy 5 évre visszamenőleg emlékszel egy középiskolai lányra, akinek a nagymamája tök csúnyán beszél, de a saját beszélgető partnere, de a saját rendezvényen azt még nem ismered fel. Hangilag. Egyébként tényleg. És tök igaza van. Telefonál valaki, hogy 5 évvel ezelőtt játszott, akkor azt te megismered. Tök igaza van. Nem tudom, mi az oka. Nem ismertem meg Zolinak a hangját, és amikor elkezdtem összerakni, hogy sopról, lelkész, reformátor, ott voltam idő előre. Idő kell neked, hogy így ez így beérje. Nem majd lehet, hogy 5 év múlva, hogyha majd megszólal, akkor lelkész úr, akkor rögtön tudni fogod, hogy kiről van szó. Így igen. Most még... Nem, ettétben igaza van a hallgatónak, hogy egyszerűen nem tudom miért. Valahogy ez nem. Most komolyan szerintetek lehet már puszékodni, főleg nagyikkal? Kérdezi egy hallgatónk? Megmondta, igen. Cili néni, megmondta, hogy lehet puszi és ölelés nagymama és unoka között. Szerintem lehet. Szerintem most már lehet. Adja, aki sokkal. És ez elég nekünk? Hogy ő ezt mondta? Ki a hölgy? Nem tudom. Új kollégina? Hello, srácok, itt vagyok. Ja, de fordulj meg! Igen. Sokkalom. Jó reggelt! Akkor mégiscsak befejezzük a zenét? Az előzőt, amit levágtuk. Új kollégina, hát új kollégina esetleg, új kollégina. Nem sokat be senki. Hello! Szia! Szia, te ki szia! Minek? A social media csapatunk új tagja. Te egy social media vagy.
Kezi csokolom. Óriási. A junior? Gyere hozzám bármilyen. Aha, nyugodtan, tudom, tanács tudom. Kell, vagy bármi, segítek szívesen. Régi motoros vagyok. Jó? Tudok mondani. Tudod, 500 ezer majdnem a követő tábora. Igen. Adásban vagyunk. Ja, adásban vagyunk. Ilyen korán bejöttem már social médiára? Milyen lelkes új kollégina, ilyen korán bejött. Igen, nagyon szeretjük. Örülünk az szeretjük. Új kollégináknak. Örülünk, hogy itt érezd van. Érezd jól magad, üdv a csapatban. Social media, gyerekek, te milyen jó, hogy nem pasikkal töltjük ugye? Fel a helyet, nagyon hanem hogy csajok jönnek, nem? Levi, neked is lezeg a lécöcsét. Igen, túl sok a pasik, kicsit javult az ivar arány. Már most nem látjuk a pulttól, hogy mennyire lezeg. Ez sosem baj. Sose baj, gyerekek, hogy kicsit a csajok irányába mozdulunk el, mert hogy azért ez egy... Mert nem úgy értem, hanem... Hát, na, náluk ebben semmi meglepő nincsen, de... Frekventáltabban azért a műsorvezetők is, ugye a technikai személyzet is, hát azért itt erősen pasisak voltunk. Na, olvastátok, hogy mi nyílik Magyarországon? Talán ma vagy holnap a napokban? Hát ezen annyira felröhögtem. Ma állítólag ma van a napja, úgyhogy ma van a napja, megnyílik Magyarországon az első autós safari. Raszkajúhok, házítjuk, hát kecskék, pulik. Nagyon sok kérdés merült fel bennem. Egyrészt igen, hogy mit nézel? Kettő, hogy viselkedünk majd mi, akik hát nekünk azért úgy nem úgy vagyunk szocializálva, hogy olyan sok autós safarin veszünk részt. Azt a mindent. Nyílik Magyarország első autós safari. Én először csak arra gondoltam, hogy lesz, hogy ez egy vészmegoldás, mert ellopták a kerítést egy ilyen házi állatkertben. Az állatok szétszélettek. És kitalálták, hogy jó, akkor ezt már autószafarinak hívjuk, 6 hektáros terület, ahol látod a csirkét, az orszarút, meg a vaddisznót, meg az elefántot. Azt a mondjuk pónit majd, nehéz megtalálni, mert túl kicsi. Vigyázzanak. Tehát, hogy nincsen keret arra, hogy megcsinálják a kerítést, és ezért inkább kitaláltak azt, hogy jó, nem azért vannak szanaszél az állatok, mert nem tudjuk őket normálisan bezárni, mert mindig valaki részeg ezt este, aztán nem húzza be maga után a kaput, hanem igen. Hogy kell elképzelni Magyarország első szafariát. Én még emlékszem Bécsben. Nem úgy, mint a Krügert, az biztos. Gyerekkoromban, amikor igen, megvettük a Toblerone csokoládét, rácsodálkoztunk arra, hogy úristen, itt vagyunk a nyugaton, a majd elmentél. Na jó, loptam. Haribó, tudod, elloptunk a csomag Haribót, az egy biztonsági őr elkapott minket, németül beszélt, kivezettek minket, tudták, hogy magyarok vagyunk, és utána elmentünk valahova Bécs mellé az első szafari parkba, ahol szájtát van észed, hogy a buszról benéz a zsiráf, a majom szabadon ugrál, te meg álltál egy lehelhűtőt szorongatva a anyád mellett ülve átsülésen a buszba, ugye kettő darab Toblerónéval meg egy lehelhűtővel, és vártad, hogy végre kiszállhassál. És az akkor már nagy csoda volt, de most megnyílik az első és egyetlen autószafaris parkja. Na hát ez úgy működött például a Krügerbe, amikor ugye mi kint voltunk Dél-Afrikában, mert ti műsort csináltatok, mi onnan rádióztunk, mi kimentünk hétvégén. Ez a Krüger Nemzeti Park, hát az egyik leghíresebb dél-afrikai szafari, óriási. Volt, mi kimentünk hétvégén a kis csapattal, és ugye az első, hogy találkozol egy biztonsági őrrel, aki elmondja, hogy mit szabad és mit nem szabad. Na nálunk Józsi bácsi fogja megpagyolni a bajuszát. Kedves látogatók! A puli kutyád etetni tilos, bokára megy. Igen. Arra ne tegye ki a lábát az autóból. Személy autóját ne adja el, hamis az a mudi. Nagyon vigyázzuk vele, kiváló terelők. Így van. Nem azért van ám, hogy magukkal barátkozna nem tartanák. De várjál, nézzük meg a jó oldalát, nézzük meg az intelligens autóst, vizsgáljuk meg a nem annyira rutinos magyar autóst, aki szafarizni viszi kis családját, és egy hatalmas McDonald's zacskóval az ölében egy sékes pohárból szíja ki éppen az Eper Turmixot, és mondja, hogy kutyázott, nem oroszlán, ugye? Tehát nézzük meg minden aspektust, hogy hogy viselkedünk, vagy hogy viselkedni mi magyarok az autós szafariban. Egyáltalán hány állatot fognak az első nap halára gázolni? Ugye? Tehát amikor ugye azt érzed majd, milyen hogy egy 10 kilométer per óra? Egyrészt milyen 10 kilométer per óra, kettő, ül a Kovács család majd, ugye? És hát apuka, ami nem kicsit izgul, vagy nem annyira rutinos, és egyszer csak jön egy ilyen... Mi volt az dömeg? És a gyerek így kinéz, és sír, papa! A zebra! A szurikáta! Igen. Papa, ez egy szurikáta volt. Papa, elszalad a zebra, nem fogjuk látni. Akkor... 6000 volt a belépő.
macska! Ez egy szurikáta volt, nem törődj vele, megyünk! Szurikáta előttünk, szurikáta mögöttünk, szurikáta alattunk. Szurikáta áll, szurikáta fekszik. Igen. Papa, papa. És ez a tipikus magyar szafari lesz, hogy látod valahogy egy ilyen paraván mögött igen. festik a lovat zebrára, tudod? Tehát, hogy éppen azt látod, hogy csávó egy ilyen kantáros nadrágba cigivel a füle mögött rohadtul fest egy patkolni való lovat, éppen húzza a csikot. Az oroszlán turbo, a kutyát turbozzák fel egy labradort, vagy egy ilyen retrievert, vagy egy ilyen Bernie pásztort éppen fújnak át az arannyal, hogy ő lesz az oroszlán. Tupírozott föl a szőrét oldalt, hogy vagy meglegyen tényleg, a sörény. Vagy tényleg az lesz, hogy haver nem szállsz ki a kocsiból, mert jön az oroszlán, aztán letépi a fejedet. És ott fekszik majd a hóleopárd, balra, jobbra meg az oroszlán. És akkor még azokról az hát emberekről nagyon várom, nem nagyon kíváncsi vagyok. Akik azt mondták, hogy te Zolika, a golyóst hoztad? Ja, várj. Évek óta. Mész ott szafarizol a család, és azt látod, hogy egy távcsöves puska egy kinéz majd így a Skoda Feliciából, tudod így. Célhoz egy lövés, és így a zebra, a zsiráfi. Bam! Béla, megmondtam, ez egy szafari, ez nézd egy meg, állatkert, ne lövöldözél itt a puskáddal. Nem a Buci bácsi térdel ott? Nézd meg, Buci bácsi miért van, mi van a kezem? Hallod, egy puska van nála, ne szorok hozzá. Hány csirke kakas fog eltűnni hajnalban mindig? Mikor kell lába az oroszlánnak? Hol látjuk majd Gyöngyös környékén az elkoborolt zsiráfot, aminek egyébként szadán kéne lennie? Mikor töri át a kerítést az elefánt, és megy be egy molkútra, és jelenik meg éppen, ahogy szalad utána? Nem, a Balatonpartig megy az elefánt. Gondozója egy kalapáccsal. De ez egyébként jónak tűnik, ez menő, hogy lesz ilyen. Ez menő, hogy lesz ilyen. Csak hát nyilván ez is egy picit majd magyaros lesz. 500 az old csemege. Jó, ennek a vizes zsemle is. Csak dobjál neki egyet. Dobjál már neki egyet, egyen már bőle a kis makákó. Hogy magyarázom el a biztosítónak, hogy elütöttem egy zsiráfot? Igen, na, le, hogy rajzolod le a sárga kék bejelentőre? Igen. Kazírja, apa, igen, tilos átmenni a zebrán. Mondtam, hogy tilos átmenni a zebrán. Szóval, hogy ez hogy lesz, hogy megyek autóval, nem szállok ki, és akkor nézem a nagy igen. magyar állatokat, igen. Vagy itt tényleg balról benéz majd a zsiráf és kér zócsemegét, mert azért az menő. Lesznek nagy vadak, a Big Five közül ott lesz valami? Uh-huh. Elefánt, orszarvú, kafferbi vagy oroszlán, ugye? Hát ezek a nagy szafaris állatok, ugye? Amikor mondjuk a Szerengetibe mész, vagy Tanzániába valamelyik nemzeti parkban. Hát ez... nyilván itt a szada gyöngyös mogyoród, vagy nem tudom. Tehát ott azért egy kicsit más a flóra fauna, de hogy így... Legyenek illúzióink? Tehát nem az lesz, hogy szoktad mondani, hogy néhány fáradt arany sakál. Nem. Egy-két szarvát vesztett. Nem, azt látod, szürke marha. Balra egy Suzuki is éppen kereket cselél, anyuka táplálkozik a gyerekekkel. Jobbra egy X6-os, egy G-Merci-sel éppen összeverekedik, hogy kiért oda előbb. Nincs index azon a szaron. Nincs index azon a szaron. Mi voltunk itt előbb az oroszlánnál, megjöttél a Brabusszal, összeverekedve. Jaj, már arrébb nem látom. Ketten birkoznak, hogy le tudják fotózni a szurikátát. Valahol egy örmösvedve éppen ellop egy háziasszonytól egy kajázzacskót, papa beveti magát a sustjába, és elkezdi üldözni. A Skoda Feliciás kalapban vezet, anya ordít. Ott az oroszlán, nem nézek, arra vezetek! Így van. Lassíts, papa, lassíts, oroszlán, nem érdekel! Nem lassítod, ne szállj ki! Lesz majd a papa, gyere vissza, mondtam, hogy ne szállj ki felkiáltás, ebből is sokszor fogok majd látni. Papa, ülj vissza a kocsiba, ebből baj lesz. Na, ebből nem lesz jó kép, ki kell szállom, de közelebb kell, mert nem, azt mondták, hogy nem mehet közelebb, nem menj közelebb, mert baj lesz belőle. Azt mondta az úr a soroponát, hogy ne szálljuk ki az autóból, mert baj lesz belőle. Jaj, mondtam, hogy baj lesz. Ki lesz az első, akit elragad, ha lesz oroszlán? Tehát, hogy mindig. Családból az apukát, egy szelfiző fiatal kislányt, ne adj Isten majd egy gyereket, aki kirohan, egy nagymamát, akit ott hagynak. A hisztizős Sanyikát, aki csak azért is oda akar menni az oroszlánhoz. Nem, én egy ilyen nagy darab apukát látok. Papa, gyere vissza. Nem lesz ebből baj, nem lesz. Papa, gyere már. Szelídez mind. Oroszlán, ez kutya van eszembe. Felsébredtem egy simogató. Felsébredtem. De fotózzál, mama, fotózzál. Na most, figyelj, mit most. Ja, Istenem. Tekerd akkor... már le az ablakot, Zolika, csak hazaviszik a majmot, hát beül mellé. Tekerd fel, levegyek ezt, tedd be a szatyorba. Ilyen mondat is elhangzik, hogy tedd be a szatyorba, ne lássák. Az a nézd már, mekkora hagyarai vannak a óránk utának. Tarts már ki a pufát, te az anyád! Azt a rohadt élet! Na, most gyors egy selfie-t! Ne az az egyik mert! Oda teszem a fejem! Ne az almással csináld már, na! Itt, na most, 3, 2, ne! Láthatsz-e majd egyébként maszkos nyugdíjasokat, hogy kilós kovászolt kenyereket gyömöszölnek le a teljesen ártalmatlan igen. vízilónak a torkán, mint az állatkertből, a néni jön a fél kilós kovászolt kenyérrel megmaradt, és tunkolja a vízilónak. Kovászolt kenyérrel, hallja, fél barnával jön majd a néni, és így kifli csücskökkel leteti majd a kondor keselyüket. De szép nagymadarak vagytok, cipagasszatok. Milyen jó pörkölt lenne belőled.
És lesz majd ilyen tényleg, hogy a nagy vadak előtt megállunk, berogyuk, mint a Jurassic Parkban, hogy kerítés van, ott van kirakva egy kecske, tudod, és akkor várod, hogy jöjjön a T-rex, ahogy várták a Jurassic Parkban. De kecske alá. De rá, és aztán rájössz, hogy papa, itt nem jön a T-rex, miért? Mert itt a kecskét nézzük. Úgyhogy kérjük, hajtson tovább, nincs itt látnivaló. És kijön egy morcos házi macska a bozótból. Igen, és kifelé, ahogy mész, akkor meg tudsz állni merchandisingot venni. Igen, tudod, igen. Ahol állatfigurák szoktak lenni rendes, és nálunk ugyanaz a stáb fogja csinálni, aki boldogot. Hát, emlékeznek. Örök emlékű. Hát emlékeztek a Jurassic Parkba, azért az milyen jó volt. Amikor ugye mentek, és akkor ott kocsikkal várták várták a T-rexet. Emlékeztek az első részbe, azért az milyen jó volt. És egyszer csak eltűnt a kecske. Igen. Ez volt a zenéje, figyelj, hallgass meg, emlékeztek erre? Ezzel nyitnak majd a safari park. Ezt kéne adniuk. A Skoda Fabiát, távolodjon el az állatitatótól, kérjük, távolodjon el! Nem automosó, kérjük, ne használja az állatok itató helyét automosásra! Minden délután egykor. És rá emelik ki a rinocérosot. Pákót idegenvezetőnek fűszoknyában láncsával. A Lekosz biztonsági jönnek ebbe a parkba. Mekkora lenne, hogy akkor csináljunk tényleg egy ilyen hungarikumot. És Jani Csákmeca énekel. Jani Csákmeca énekel az őz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 
szoknyában Akalmagót énekel a tevéknél. Igen. Alek mindenkit kísér fegyverrel, néha a levegőbe lő, hogyha esetleg támadnak a cerkófok vagy a piros seggű páviánok. Tehát akkor csináljunk tényleg egyiket. Valahol Fekete Laci arrébb rak egy négyök összekeret. A sárból valahol a Laci kihúz egy szekeret. Bikát, egy elefántbikát húz ki a sárból éppen a Laci, és hajítja bele a napba. Tehát akkor ez legyen egy ilyen tényleg klasszikus magyar szafari. Nem? Hogy így a helyi arcokkal, a magyarságunk képviselőjével. Éppen valahol a tenyát látott, hogy üldöz egy ilyen hortobágyi ménes, próbál megszelídíteni, igen, belovagol félmeztelenül egy ilyen pórinak a hátán, ellovagol a naplementébe. Tehát akkor vonultassuk fel oda a sztárokat is, akinek van valamilyen állatos kötődése. Részek Pampalini, mint vadőr. Igen. Szóval, hogy akkor ez tényleg. A Tibi Bográcsban főzi az ebédet a látogatóknak, mert Tibi most ugye nagyokat bográcsozik. Tehát, hogy hogyan lehetne akkor ez a Safari Park egy igazi hungarikum?
találjátok ki, drága hallgatók, írjatok, jó? Felhívjuk azért, hívjuk fel azért Richter Józsit, mert hogy azért ők csinálják, humorizáltunk, de azért meghallgatjuk, hogy komolyan ez hogy néz ki, úgyhogy mindjárt beszélünk Richter Józsival, az autószafarival, és lehet az autószafarival, és az első játékunkra is lehet jelentkezni. Úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel rögtön a hírek után. Na. Average. I would say 12,308.40. Bocs, gyerekek, mi? Me personally, I feel... Itt vagyok, semmi, kész, kivettem. Angol nyelv. Itt köszönöm mindenféle oldalakat, nézzük, köszi, Laci, igen. Nem, még a Jurassic Parkot akartam visszaapplikálni, miközben János felszólítja a Suzuki sofőrét, hogy ne birkozzon tovább ugye a zebrával. Nyílik az első magyar safari park, és erről beszélgettünk, hát nagyon szeretjük, megpróbáltuk rekonstruálni, hogy ez hogy nézhet majd ki, vagy hogy nézhetett volna ki, ha mondjuk pár évvel ezelőtt nyitott. De hát bízunk azért a magyar autósokban, a magyar közönségben, sem csoportos gázolások, sem elkóborolt apukák nem próbálnak szelfizni majd a nagyvadakkal, és megnézzük, hogy érettek vagyunk rá, hogy legyen egy safari parkunk, mert hogy nyílik. Hát mi meg bemutattuk, hogy mi van, ha nem. Ezt mutattuk be a hírek előtt. De jó bulinak tűnik egyébként. Jónak. Tök jó. Tehát Jónak. Azért ez gyerekkel ez jó lesz. Ha és amennyiben mindenki betartja ugye a házi rendet. Igen, és fogják az adást, hogy ez egy safari park, és nem vadas Ilyen, nem önkiszolgáló és terem, hogy alapanyag igen. Beszerző. Igen. Na, itt van velünk Richter Józsi. Hello Józsi, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel, üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggel. Na, hát figyelj, mi nagyon jól szórakoztunk, ezért nyilván megpróbáltuk elképzelni a legrosszabb forgatókönyvet, hogy mi lett, ha itt a magyar autós társadalom rászabadul majd a safari parkba. Itt nem nagyon lehet kiszállni, nem? Tehát gondolom ez ugyanolyan lesz, mint a külföldi safari, hogy beülsz autóba, végigmész, de autóban maradsz. Pontosan igen, nagyon szigorú szabályokat hoztunk, pont azért, hogy elkerüljük a problémákat, tehát az autóból semmiféleképpen nem lehet kiszállni, egy kijelölt útvonalon lehet végighaladni, és több mint 20 fő személyzet van, akik felügyelik, hogy ugye mindenki betartsa a szabályokat, és azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az elefánt rá fog csücsülni az autónak a lökhárítójára. Nagyon sok ilyen e-mailt kaptunk, hogy ez vajon így lesz-e. Tehát azért nem minden állat közé lehet majd behajtani. Azért is, hogy kötött pályán haladnak, mert így legalább nem látják majd, hogy 20 méterre damillal mozgatják az integető makákóknak. Lesznek nagy vadak is? Tehát a tényleg a legnagyobbak közül oroszlán, orszarvú, elefántot ugye mondtál, tehát hogy valóban ilyen állatok is lesznek majd? Jó kérdés volt. Hallgatom a beszélgetéseteket, igen, előtte. Én is jókat nevettem rajta. De tehát oroszlának, tigrisek, tehát vadállatok, húsevő vadállatok nem lesznek, hanem elefántok, 6 elefántunk van, zebrák, posztevő, zsiráfok, lámák, zebmárok, ugye, akik tavaly születtek nálunk, akiknek az édesanyjuk zebra, a papa pedig egy szamár, amiről tavaly is beszélgettünk. Megint egy rossz kerítés miatt? Igen, megint lekapcsolta valaki az áramot. Ha... Hát vagy óriási a szerszem is átlógott a kerítésen. Tehát közel 100 állatról van szó, ugye a Magyar Nemzeti Cirkusz és a Richter Florian Cirkusznak az állatai. De már tényleg szabadon leszek? Tehát megtörtént az, hogy oda jön a kocsimhoz, nyújtom ki az ócsemegét, és akkor benyúl az autóba, vagy viszi a nagyi kezét, aki nem akarja visszahúzni. Hogy nem hisz nekünk, hogy ne dugja ki. Ott veszekednek majd a lakriti külön. Tehát oda jöhet a kocsihoz, egészen az állat közel hozzánk? Hát lesznek olyan állatok, amik igen, és lesznek olyan állatok, amik egy picit távolabbról. Hát nyilván a veszélyesebbek azért távolabb, persze. De viszont jöhetnek, hogyha éppen nem benn vannak a falu központban. És legelik a sövény. Zsiráf az benézhet az autóba majd például? Benézhet, igen, ilyenre is volt már példa, tegnap volt a fő próbánk, és volt rá erre is példa, és hál' Istennek azt kell mondjam, hogy zökkenőmentesen ment le a fő próbánk, ahol a sajtó munkatársai voltak jelen, úgyhogy több mint 30 autó ment végig az útvonalon. Ugye ma nyitjuk meg a kapuinkat a nagy közönség előtt, de nagyon fontos, hogy regisztrációval lehet csak jönni. Tehát pont azért, hogy elkerüljük azt, hogy itt hatalmas sorok alakuljanak ki, a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon lehet regisztrálni. És ha valaki terepszínű ruhákban jelenik meg, ilyen kis borotvapamacsas kalapokban, hosszúkás csomagokkal, azt beengeditek?
Hidd el, hogy az elefánt megismeri. Intézkedik ő, mi? És kifelé átnézitek az autót? Mert azért, hát azért azt is tudjuk, hogy azért kettő darab csirke meg egy fácán azért elfér a hátsülésen. Tehát azért... Elnézést a hátsülésen, arrébb húzná a varacskos disznót egy pillanatra, nézzük csak meg, mi van mögötte. Ugye, hogy azért itt nehogy valaki kiszaladjon az apácska, apácska, csak egy gyöngyújjukat, tegy már a kocsiba. Erre fel vagytok készülve, hogy akár el is tűnhetnek állatok? Tehát inkább itt nagyobb állatok vannak, szerintem azért egy zsiráfot vagy elefántot nehezebben fognak ellopni. Aha, de mondjuk, hogy csomagtartón tudod. Nincsen leszünk, úgyhogy figyelni fogunk rájuk mindenképpen. Na jó van, figyelj, hát ez egy nagyon jó dolog egyébként, igen. Bocsánat, hogy közbevágok, de hallgattam a beszélgetéseiteket, és ugye a zenét is, amit lejátszottatok, és nem álltatok nagyon messze a távolságtól a Jurassic Parknak a zenéjével, ugyanis amikor Monte Carlo-ban a világ legnagyobb egzotikus állatszámával felléptem, amikor a zsiráfok jöttek, akkor pont ez a szám szólt, úgyhogy én is nagy rajongója vagyok a Jurassic Parknak. Igen, csak ott brachiosaurusokat láttak meg először, ugye, de milyen jó azért az első rész, az milyen jó tényleg. Meg ismerve az állatparkotokat, nálatok is körülbelül hasonló korú állatok vannak. Hát a Jani tudod viccelünk. Na jó, van, hát meglátogatunk majd benneteket, megnézzük, nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó? Várunk titeket, sok szeretettel. Drukkolunk, köszönjük szépen. Köszi. Ciao, Anita, köszönjük sok szépen. Vendéget. Köszönjük szépen. Kérlek, szólj is fel a Suzuki és a vízitatónál, ne. Adjuk az zenét, adjuk az zenét, ezt ugye játsszuk. Nagyon szépen kérjük még egyszer, de most már utoljára, mert tényleg oda megyek. A Swift-es őri ember, az olajcserét, és fatter vízben abszolválja, ha kérhetem! Jó, most elborul az agyad, és elkezdesz nagyon durva. Most meg tudod, de hadd csak el! Apácska, zemrák, zemrák! Tudjam, mondják majd meg ötvösék, érted? Az épészetből meg! Rangassál vissza! Végyere! Most szólj a kopasz BMW-snek, hogy lebömböltesse a zenét. Igen, lebömböltesse a zenét, és a zebrát vegyek ki a csomagtartóból. A stílusosan hiányos hajzatú úriembert kérnek. Nem, semmi gond, csinálja, csak nyugodtan. Köszöntjük Önöket. Jó, ide a Magyar Jurassic Park. Na jó van. Hát ilyenünk is lehet, ezt is megértük. Ezt is megértük. Jaj, de jó gyerekek. Meglátjuk. Én biztos, hogy elviszem a gyerekeket. Kíváncsiak, hogy milyen lesz. Na! Addig ellopják az állatokat, ez az önkoló. Regisztrálok, csak addig hagyjanak ott minden. A nagy céget dobozossal azért vigyázzatok, amikor azt hajt. Rohadt életben addig ne vigyetek el semmit, léci. Hagyjátok ott a zsiráfot meg az elefántot. Csak is fánkot, ne add oda, jaj. Na, itt van velünk Réka, aki jelentkezett a játékunkra. Hello Réka, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello Réka, honnan hívtál minket? Gyomándrődről, Viharsarok. Viharsarok. Érdekes, itt süt a nap. Na, és mit csinálsz? Mivel foglalkozol, Réka? Én most éppen a munkahelyemen dolgozom, illetve most pont kijöttem, varrok konkrétan. Varsz? Mit varsz? Ruhát vagy valami maszkokat? Nem. Egyik össze. Ilyen alpin technikai, meg ilyen védőfelszereléseket, ilyesüket. Az nagyon komoly meló. Nagyon igen, jó. Az elég kemény meló. Na jó van. Réka, tessék? Mit is fogunk játszani? Hát amit akarsz, hát nálunk a hallgató dönt, akit akarsz. Most fogunk játszani. Mit is fogunk játszani? Ti melyik rádió vagy tőle? Tegnap nyertem már egy Juventusos bökrét. Ez melyik reggeli műsor? Mindenhol betelefonálok. Ez a Ki vagyok én ma, a Ki vagyok énnel kezdünk, össze-vissza vannak a játékaink. Ugye ez arról szól, hogy mindenki a műsorvezetőn túl tudja, vagy kívül tudja, hogy ki az adott személy, akit ki kell találni, a műsorvezető meg azon dolgozik, hogy megnyeri a pénzt a hallgatónak, összedolgozva a műsorvezetővel, aki viszont válaszol a műsorvezető kérdésére. Jól mondom a szabályokat? Ki kell találni a műsorvezetőnek, hogy Mikire gondoltunk. Ő nem tudja. Miki? Hogy Mikire gondoltunk. Mikire is de most elárultad akkor, hogy ki a feladva. Na, mivel játszaná Réka? Már szerintem ezt már mindenki játszott ezt. Nem, én nem játszottam még Réka, én ilyet még nem játszottam. De lehet igen, más is. Szerintem a kicsit kacifántosan gondolkodik, aztán nem biztos. De én most nem gondolkozom, egyébként se sokat, de most azt abszolút. Mert ebbe én csak kérdezek, ti fogjátok tudni, hogy kit kell kitaláljak. Nekem kell kitalálni. Ja, hogy arra gondolsz, hogy lassú a Feri vagy? Nem, jó kérdéseket kell feltenni. Ja. Ezt anyád az a lassú. De tényleg. Nekem jól ment ez a játék megfárok. Tegnap. Én tegnap Rokkó voltam. Szifrédi úr voltam. Szifrédi úrt jól hoztam. Lubickoltál a témában. Minden tudok Rokkó Szifrédi. Rokkó Szifrédi munkásságáról mindent tudok. Réka, te döntesz. Azzal nyeretsz meg magadnak 50.000 forintot, akivel akarsz. Ez döntsd el, hogy kivel van a legnagyobb esélyed. Akkor én Janival szeretnék.
Janival. Hát a Jani játszott a legrosszabbul ezt a játékot. Egyébként igen. Ez minden további nélkül fel kell vállal, ezt se tagadhatnám. Két és fél perc volt, mire rájött, hogy élő vagy nem élő az, amire gondoltunk. De jó, legyen Jani. Oké, akkor várjál, Jani, fogd be a füled. Jó, vedd fel a fejpántot. Oké? Figyelj, ez egy... Be van fogva a füled? Ez egy... Be van fogva, hallasz? Mit kérdezel? Törpe. Törpe. De be van egyik, törpe nem hallom. Törpe vagy? Törpe? Tényleg nem van. Erre már ugrat volna. Törpe. Azt mondja, hogy ez... Halkabban beszél. Ez a push-up melltartó lesz, Réka. Jó, push-up melltartó. Jó, jó. Hát mondom, ez Janinak menni fog. Jó, oké. Okay. Akkor azt elmondhatjuk neki, hogy azért nem biztos, hogy élő személy, mert... Ne, hát azt kérdezze meg, jó, az az első kérdés. Oké, tedd fel a fejedre, leveheted. Igen, mert két nap alatt csak tanultatok valamit, hogy mi, hogy kell kérdezni, igen. Nem? Úgy van. Hogy? Nem, végig sértegetett, nyugodtan most már hallgatod. Na, fölrakja Jani, rajtad kívül Jani már mindenki tudja, hogy mit kell kitalálnod. De én szerintem ez hozható. Ez hozható. Azt mondod? Igen. Hát, nem mindenkinek, de... Jó. Meg tudod csinálni. Jó? Álljú ide, jó. Na, figyelj ide. Akkor megnézzük. Várj ezt. Kiveszem ezt a Jurassic Parkon. És közben megy végig a szafari zene, igen. Oké, okay. Mennyit szoktunk erre adni? Kettő három percet? Perc. Három percet. Adjunk három percet. Percet. Adjunk három percet. Ahogy Jani, te arcát elnézem, négy. Jó. Igen. De tényleg én vagyok a legrosszabb ebben a játékban. Igen, Réka belenyúlt ebben. Oké, okay. Na figyelj. Mehetünk? Igen. Na akkor, óra indul. Élő személy? Nem. Ezek szerint meghalt? Meghalt, vágó úr. Történelmi személyről van szó? Nem. Nem. Esetleg egy színészről van szó? Nem. Nem színészről. Tudósról van szó? Miről? Tudós? Nem. Aha, egy művészről van szó? Ott vagy a legrosszabb tényleg. Várjál, mert ő nem tudja szerintem. Megállítottam az órát. De ne állít, ez a játék. Ja. Bocs, ne állítsuk meg. Hát most vagy tudja, jó, vagy... Okay, ne, okay. Ne, hogy csak egy kategóriában gondolkodik, de hogy más kategória is van. De más kategória is van. Mert megkérdezte, hogy személye, és mondtam, hogy nem. Vagy nagyon hallottam? Igen. De. Hát akkor miért kérdez személyeket, Jani? Jó, nem személy, tehát hogy nem... Jó, csöndben vagyok. Tehát nem egy személyről van szó? Hát nem mondta senki. Nem. Hát te megkérdezel. Én is megláttam a feladványt, és most jöttem rá, hogy nem. Miért lenne? Hát bármi lehet. Már 10 másodperc szerintem megváltoztak. Igen, a szabályok. Ezt nem hiszem el. Várjál, akkor ez egy tevékenység? Nem. Ez egy város esetleg? Egy település? Nem. Hát most totál bevittetek a mánnál. Hát fogalom vagy három dolog lehet. Jó, okay. Személy, fogalom vagy tárgy. Hát ez az első, jó, amit tisztázol, okay, a játékba. Egy tárgyról van szó? Igen. Egy tárgyról, használati tárgyról? Igen. Minden nap használjuk? Nekem is van ilyen tárgyam? Hát. Jaj, valamilyen intim tárgyról van szó? Így van. A férfiak használják ezt a tárgyat? Nem. Tehát hölgyek használják ezt a tárgyat, és bizonyos napokon használják ezt a tárgyat? Nem. Nem bizonyos napokon, minden nap használják a hölgyek ezt minden a... Minden nap. Minden nap használják ezt a tárgyat. Itt egy testrészt betakaró tárgyról van szó? Erről van szó. Ez alul helyezkedik el a testükön ez a tárgy? Nem. Fölül helyezik el? Fölül, igen. Így van, azt mondja, hogy a nyakuk és a köldökük között? Igen. Rákérdezhetek? A melltartóról van szó? Egy jelző hiányzik előle, de igen, egyébként. A push-up melltartó. Igen. Jó vagy, Jani. Csöcsön, ott vagyok. Honnan néz a szaki? Rögtön. A szaki. Hogy fölcsillant a szemed, mi? Azonnal. Nem, már jó, csak az elején tényleg összezavarodtam, én azt hittem, hogy csak személy. Engem is meglepett, nyugi. De nem, tudok jó, mert hogy ki vagyok, akkor vagy mi vagyok én. Hát akkor ez lehet, ha ki vagyok, mi vagyok. Így van. Egy kettő perc elhussant, mire ezt tisztáztuk, de megvagy. Jó. A férfi a társadalom ellen elkövetett legnagyobb merényletről beszél. Igen, átvágás, valljuk meg. Réka, 50 000 forint, gratulálunk, hát ez gyönyörű. Nagyon köszönöm. Mi lesz a sorsa? Mi lesz a sorsa? Nem tudom, fogalmam sincs. Nem kell, ahova te mondtad. Nem baj, ha nem külditek. Nem baj, ha nem külditek, tele vagyunk, csak azért játszottam. A férjem nagy vállalkozó, van három bömösünk. Veszek belőle pár push-up melltartó. Jó, figyelj.
Azért használjátok jó dolgokra, örülünk, köszi, hogy telefonáltál, és akkor küldjük a pénzt. Ügyes voltál, meg hát Jani is jól játszott. Köszönöm ezt. Szépen, hogy Jani, be kell azért dicsérni, mert nagyon ügyes volt. Igen, belehúzott. Aranyos, belehúzott. Köszönöm szépen. Köszi, csáó, puszi, hello, hello. Na, akkor szép napot nektek, hello. Csáó, hello, hello. Na. Jó, akkor gyerekek, szóval akkor ki vagy, mi vagyok én? Ugye? Tehát a végül a klasszikus barkóban is úgy így, hogy személy vagyok, két tárgy vagyok. Volt, csak összeáll a végére. Fogalom vagyok, élő ember vagyok. Hát először mindig ezt tisztázod a három közül valami, és utána mész tovább. Na, igen, 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 igen. De azért jól érzem, gyerekek, hogy itt ilyen személyre szabott feladványokat kapunk, érzitek? Tehát nagyon, nagyon jók a szerkesztői, mert hogy azért te megcsapcsod a push-up melltartót, mondjuk nekem miközben van Rokkó Szifrédihez, sem fizikailag, sem lelkileg nem vagyunk azonos. Ha értitek, mire gondolok, nem vagyunk azonos súlycsoportban. Szóval, hogy megkaptam, te miért nem játszottál? Nem, nagyon várom, hogy én mi leszek, nyilván böllér azt az, hogy valami ilyen kolbásztöltő, tudod, biztosan tárveszed. Igen, rákérdezek, abálólé? És igen! Még az abálólé nagyon jó, abálólé. Legyél holnap abálólé. Az most már mindenki tudja. Na jó van, oké, kettő darab játékunk maradt még, jó, drága hallgatók, lehet még nyerni klímát, és még egyszer 50 ezer forintot a Midea, illetve a Mizó játékunkkal, úgyhogy mondjuk majd, hogy mikor tudtok jelentkezni. Jó, 6 perc, 8 óra, itt vagyunk, mindjárt a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Hello! Hello, drága hallgatók, ez a kis Kalkbrenner megint úgy oda vágta ezt, hogy ez... Ügyes, nagyon, nagyon kis Kalkbrenner fiú, ez nagyon, nagyon rendes srác. És hagytam is, hogy végigmenjen, úgyhogy nem érheti szó az elejét, mert hogy... Tetszett, vagy el voltál foglalva valamivel? A Michael Jordan-es videókat néztem végig, mert kicsit hatással ott vagyok a Netflix-es sorozatnak, amivel most végeztem éjjel fél egykor, és megnéztem a 8 legnagyobb hülyeség, amire Michael Jordan elköltötte a pénzét. Hát repülőt vett, hajót vett, tudod, a legnagyobb közhelyeket. Azt hittem, lesz benne valami új, de vettél. Hol van ő most Nicolas Cage-hez, vagy Johnny Depp-hez képest? A hülyeségben? A igen, a költekezésben, hát ők a legnagyobb királyok. Igen, igen, azért a Jordan jó üzletemben. Persze. Nicolas Cage az évente ilyen 10 filmet forgat, csak Z kategóriások, csak azért, hogy valamennyire szintre hozza magát. Neki ugye a kastélyok voltak a mániái. Mondjuk szép hobbi. Szép, igen, csak hát na, azokat ugye fenn kell tartani, stb. Johnny Depp az pedig valami egészen durva módon, gyakorlatilag mindenre. Tehát, hogyha ízletnek egy bor, ha megkívánt egy bort, akkor vedd belőle 500 palackot. Hát teljesen mindegy volt, hogy hát legyen. Igen. Na. Most érted, elmenni megint az étterembe, hogy ugyanazt jó, megint. De hát tudjuk, hogy neki egy testi-lelki jó barátja Keith Richard, tehát, hogy itt na, tudjuk, hogy ilyen. A megfejtésen, amit játszott, hogy azért mikor volt utoljára push-up melltartó a fejeden? Azért, na, az egy nagy pillanat volt az életedben. Szóval, hogy visszatérve, hogy még egy pillanatra játékra, nem? Igen. Szóval, hogy, jó, jogos, hogy azért jogos. Ez egy nagy pillanat volt. Így van. Push-up melltartó volt a fejeden. Idegen push-up melltartó a fejeden. Igen, akkor ez nekünk is nagy tanulság, hogy akkor a ki vagyok, az mi vagyok is egyben. Így, szóval, hogy akkor itt tényleg bármi lehet, jó? Összeáll ez, meg lesz ez abszolút, úgyhogy sok-sok mindenre lehet gondolni. Na, tegnap elkezdtünk egy témát, amit ma ígértük, hogy befejezzük, vagy hogy folytatjuk, mert ugye Völgyi Zsuzsi házasságáról beszéltünk, de nem arról a vonalról, hogy miért mentek szét, csak ugye meg, hát elolvastuk a cikket, és azért egészen érdekes dolgot olvastunk, miszerint Zsuzsi azt nyilatkozta, hogy nem bírta tovább, és az építkezés ment rá az ő házasságára. Ugyanis a férje egy ilyen ezermester típus, aki hosszú-hosszú éveken keresztül, legalábbis a hosszú éveket ugye a cikk állítja, vagy állította, építette a házat, Zsuzsi egyszer arra ébredt, hogy beázik a ház, fekszenek hát ott. Gyerekre esik az eső, és hogy nem készült el, és hogy maga az építkezés az felőrölte. És hát... ráment a házasság. De inkább mi a jelenség részéről foglalkoztunk. Igen, Zsuzsit megpróbáltuk megszólaltatni, ő nem akart érthető módon, aztán elkezdtünk arról beszélni, hogy jó-e az, hogy egy pasi nem ért semmihez. És hát elmeséltem különböző történeteket, hogy mennyire analfabéta vagyok, jelzem, a csapot tegnap sem sikerült egyébként megcsinálni. Hát, mert hogy hajszárepedések vannak rajta, amin a szifon tisztítása nem nagy segítség, mert ki kéne cserélni. Igen, lesz teljesen bonyolult dolog, lecsavarod, kihúzod a lefelé, mindegy. És arról beszélgetünk, hogy milyen palinak
kell lenni ahhoz, hogy valaki egyedül felépítsen egy házat, hogy van-e ilyen. Aztán kiderült, hogy itt nagyjából mindenki ezermester a stúdióban, tényleg csak én nem, mert hogy egy szöget beverni, vagy becsavarni, nem az a csavar. Tehát egy csavar becsavarni, és mondta, egy szöget... egy képet föltenni. Egy képet feltenni. Hát figyelj, most tudod, mekkora bajban vagyok? Hát most redőny motorokat kellett cserélni, mert tönkrementek mindegy, és kaptunk egy új távirányítót. És a távirányítónak van egy fali tartója, ami kettő darab csavarral kell ugye fölfúrni a falra, és akkor egy mágneses távirányítóval csak fölpattintod a távirányítót. Nagyon szép. Tegnap már azt próbálgattam, hogy a gyerek íróasztalán, hogy tudom úgy oda tenni a falhoz, tudod, hogy ne kelljen felcsönni. És akkor milyen menő lesz, majd ugye elveszem. De mindig jön a távirányító, mert ugye mágneses. Hogy tudom, akkor ragasszam föl, gondolkoztam, ilyen két oldalú ragasztón, tudod, hogy fölragasztom két oldalú ragasztóval. De ez már jó út, legalább a megoldáson gondolkodik. Nem azt mondja, hogy meg Ferdén ragasztja föl, és akkor vagy Ferdén marad, vagy pedig leszedi, akkor jön már level a festék is. Ez tegnap egy nagy küldetés volt, hogy tegyem föl az új távirányítót, a tartóját a falra. Igen, hogy van megfelelő szerszámod valahol kint a kertben. Van, most Feri a szétfordva. Fúrókészletével most egész jót adott. Abban föl tudnám fúrni. Van benne. Képzeld, hogy van benne tipli, van benne csavar. Akkor tehát a kis szetted, amit kaptam tőled, abban minden van. Elektromos vagy aksis fúró, vagy mi ez. Beigazítod, bejelölöd. Kétszer mér, egyszer fúr. Igen, csak jó? Azon gondolkoztam, igen, hogy a villanykapcsoló alá akartam tenni. Négyszer mér, inkább jó. A villanykapcsoló alá akartam tenni. És mondom, az várja, az nem jó, mert elfúrom a nullás. Nézd meg, milyen profi, már eszébe jutott, a vezeték. És akkor ez egyben meg is ölte a felrakási ingeremet. Aha, tehát, igen. Hogy idáig jutottam például, és aztán mondtam, hogy van vár két szifon, mondom, ez egy hosszú nap lesz, letettem a távirányítót, és elmentem a szifon irányába. Amire ránéztem, és mondtam, hogy ez meg van repedve, ez nem az én bajom. Ez nekem is dolgom. Hallott, megfurma a vezetéket, elmegy az áram. Még Viki nem azon aggódott volna, hogy nem mozdulok 10 percet, hanem hogy leolvad a mélyhűtő. Tehát, hogy szerintem ez egy sokkal nagyobb probléma lett volna, hogy basszus, a Mireli dolgok. De Balázs, de de most vágom meg a 220. Jó, de a gyerek kedvenc pizzája ért el. Hétvégén megsültem, mint akartam, meg a jégkrép, te meg így fekszel a földön. De most ment át rajtam a 220. Föl akartam fúrni a távirányítót. De ugyanakkor meg tudod, mi nálad a veszélye? Tehát, hogyha rákattansz valamilyen eszközre, tehát, hogyha ne adj Isten, a kezedbe kerül egy szögbelövő, és rájön, hogy ez mekkora buli már. Azzal egyrészt célba lehet lőni, mindent felrakni a falra. Benni, állj csak oda, körbe lőlek! Ez mi a rohadt jó? Figyelj! Feri adott egy... Hútorban mindenütt lenne. Feritől kaptam ezt a szettet. És ehhez van egy fúró. De fogalmam nem volt, hogy a fúrófejet hogy lehet beaplikálni egyébként a fúrófejbe, hogy azt ugye erősen lefogd. Fölhívtam apámat FaceTime-on, aki elmondta, a FaceTime-on közvetítettem a fúrót, hogy fogjál rá erősen a fúrófejre, húzd meg az aksinak, tehát indítsd el, és hogy elkezded, de ugye megfékezed, abba kijön egy ilyen belső fogó, mint az alien szájából valami. És ilyeneket hallott a telefon, hogy wow! Húzzus, ez így jön! Ó, Meri, tartsd a telefon! Csavarni szó! És ez így ráfog a fúrófej, ráfog a... És tudod, miért csináltam? Mert a gyerek akart fúrósat játszani. Hoztunk ki két kardondobot, és azt szétfúrta a gyerek. Erre használtuk. És aztán küldtem a Ferinek a fotót, hogy jó helyre jött a cucc. Én ezt nem tudtam, hogy arra így ráfogsz erősen, és akkor belül, mint tényleg, mint egy ilyen alien koponya, így meg ráfog a fúróra. Nem mondod. Ezek a pisztolyok. Hát nem kell belehegeszteni, érted? Befogod a tokmányba. Nyomtuk, mondom, ez ide nem megy bele. Felhívtad apádat, és megnyitottad a Wikipédiát. Megvan a tokmány. Pillanat. Ez kis tokmány. Mondom, erősen ráfogsz a fúrófejre, és az befog. Ne csináld. Szóval, hogy ilyen projektek vannak. Na, de visszatérve Völgyi Zsuzsi témájához, ugye bejelentkezett tegnap nálunk, most már hát mondhatni, hogy az exe tulajdonképpen, aki azért mondta, hogy szeretné elmondani ennek a lényegét, hogy ő tényleg nekiállt annak, hogy egyedül fölépítsen egy házad, mert mondjuk egy ezermesterpari egyébként miért fizessen ki egy csomó pénzt arra, amit ő is meg tud csinálni? Meg hát az élvezeti érték, még az ott van, a maga a barkácsolás. A házasságod lehet, hogy rámegy, viszont olcsón áll a ház, mert hogy te építed fel. Illetve nem áll. Illetve hát nem tudjuk, hogy most hogy áll, de mindjárt megkérdezzük. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Sziasztok. Most éppen kivel? Azt azért kijavítanám, hogy még nem az exe vagyok, és egyébként ez még eléggé képlékeny dolog, de ez mondjuk legyen egy ilyen privát dolog. Jó. Na oké, azért azt mondd, hogy tényleg volt olyan, amit a Zsuzsi mondott, hogy feküdtek a gyerekkel az ágyon, és beesett az eső, és ott mondta azt, hogy akkor drágám, ez elég, hát, tehát mi megyünk. Őszintén. Nem, te,
Volt ilyen, de az volt a probléma, tegnap hallgattam az adásokat, és ugye nem volt meg az eső száma. Felhívtam volna, hogy legyen már, mert most egy kicsit le van szedve a tető, de hát szerintem sok ember járt már úgy, hogy leszette a tetőt, és pont akkor jött a májusi eső. Hát igen, van. Nem, Gábor, azért ezzel túl sokan, nem, hogy a feleséged alszik az ágyba a gyerek, és beesik az eső, azért nagyon sokan nem jár. Most ne feküdjetek le aludni, mert... De nem így történt, azért nem a nappaliba, hanem ki lett bontva egy része a mennyezetnek, és ott volt egy elég komoly ázás, ami az előszoba tulajdonképpen, és itt nem ott aludtunk, és az volt a történet, hogy én reggel mentem dolgozni, és az éjszakám telt nekem abból, ők aludtak, hogy én tettem a labort jobbra-balra, ürítettem ki, úgyhogy igazából ez az én egészségi állapotomat befolyásolta abban a pillanatban, mert ugye reggel kellett menni dolgozni hétre, és nem sok minden, egyáltalán nem aludtam. Na jó, de akkor ez a sztori még folyamatban van, tehát még elképzelhető, hogy visszaköltözik. Tehát, hogy még azért ez nincs lejátszva akkor, mondhatni, házépítés ide-oda, egy pár év, néhány év, de hogy akkor még lehet, hogy visszajön. Hát amikor katona voltam, akkor összeismerkedtünk, utána eltelt 15 év, egymásra találtunk, aztán Most, hogy ez hogy fog alakulni, ez majd még úgyis a jövő jó megmondja, de... Hát kicsit alszik, ahol van fűtés, igen, van tető, van, fúj egyet egy picit, rájön, persze, zuhanyzik egyet, talán jön belőle a víz, felkapcsolja az áramot, lesz benne áram, kicsit fúj egyet, aztán majd visszatalál. De azért van jelenleg 100 négyzetméter bitumenes zsindejed, ami eladó. az nincsen, de tegnap pont hallgattam az adást, és ugye mondta Jani, hogy ez a csávó biztos olyan ember, hogy félbehagyja a dolgokat, és utána újra kezd valamit. Hát nem vagyok ilyen, te mondjuk biztos, amikor elkezdtél nőni, akkor ezt félbehagytad, de én nem hagyom. Én mondjuk mindig elkezdek valamit, és befejezem. Van egy programtervem, amit általában tartok. Na jó, mióta építed ezt a házat? Egyáltalán miért egyedül építed? Miért nem hívsz el szakembereket? Most beázik a tető, és folyik az eső. Ja, nő lennék, én is elmennék. Miért nem hívsz oda valakit, aki ért hozzá? Hát na, ez meg a másik, hogy műszaki ember vagyok, és ki tudok mindent számolni, meg tudok mindent csinálni. Nem vagyok okoskodó, hozzáteszem, egyáltalán nem. Magamra vagyok utalva, és hát három köműves brigádot hívtam. Egyik az el is kezdte, azok körülbelül egy hét alatt megittak 400 liter sört, itt pakolgattam, utánuk bográcsolgattak, el voltak, jól érezték magukat. És hát... És lezavartad és őket, és te álltál neki kőműveskedni? Hát most a kőműveskedés az mondjuk annyiban történt, hogy csináltam egy koszorút, de... Itt azért megfogtál volna pálunkat, hogy egy ilyen tetőkoszorút összehozzunk, szóval nem kicsi dolog. Virágot is köt. Igen, köthettem egy koszorút. Persze, de hát én ezt megelőzte azt, hogy én két évvel ezelőtt elmentem ennek fényében, hogy tudtam, hogy ez már esedékes lesz. Ja, meg hát hozzá kell tenni, hogy ez nem lakás, ez nem házépítés, ez egy lakásfelújítás extrákkal. Lakásfelújítás extrák, ott esett be az eső, miért a közös képviselő leszett a tetőt, vagy ez csak ti vagytok a legfelül, vagy ez egy tetőtéri lakás? Nem, én azt hittem, ez egy ház. Hát ez egy ház, de a ház azért ház, mert ugye a ház a kerte, és ez meg ugye belülről újítom, meg egy tetőcsere volt tulajdonképpen. Jaj, hány brigád ment át a kezeden nagyjából? Tehát kiket zavartál el eddig? Lezavartál három kőműves brigádot, még kik mentek el? Tehát kik helyett dolgozol? Nagyon más nem. Áccsal dolgozok, elmentem két éve egy ács mellé dolgozni, hogy kitaruljam valamennyire, hogy értsek hozzá. Ott dolgoztam két éve egy ilyen másfél-két hónapot egy ács mellett. Jézus, csak kicsit hosszas, tudod, hogy mindig elmész, akkor elmész egy villanyszerelőhöz. Valahol megértem a Zsuzsit így hallgatva ezt a beszélgetést, azért, hogy így jó, hogy hozott egy markánsabb döntést, hogy elmentél egy ácshoz, hogy kitanuld, és most te csinálod az ácsmelókat magatoknál? Hát figyelj, ez az egész történet már egész odáig jutott, hogy én felvásároltam egy egész asztalos művet, és igazából terveim között szerepel, hogy ezzel fog foglalkozni. Most már bútorokat is gyártok, úgyhogy ez meg már egy másik történet, de van affinitásom hozzá, és hát a ház is lassan készen van. És ez most mióta zajlik? Egy éve, két éve? Mert ugye a cikkben öt éve volt, de azt hiszem, hogy talán az egy kicsit ferdítés. Hát ez nem az idő, hogy sose készül el. Egy éve csinálom, és most már nem akarok belemenni, de 200 négyzetméterről beszélünk, ez egy teljesen normális ütemterv, ami egyáltalán nem kirívó ebben az esetben. Úgyhogy én úgy érzem, hogy értek is hozzá, meg amikor nem, akkor kérek segítséget, nem vagyok rest,
Tehát, és akkor most egyedül vagy, mert ugye te egy olyan Pali lehetsz, aki mindenkinél mindent jobban tud. Tehát viszonylag, te most ott vagy egyedül egy félig elbontott lakásba. Pontosan levonultak az ácsok, a kővesek, és akkor most ezt most úgy csinálgatod? Haladgat. Haladgatok. Jó, akkor megvan a karaktered nagyjából. Igen, veled nem lehet könnyű. Nem? Tehát, hogy te kiszúrod, ha valaki nem ért hozzá. Na, hát van, amit jobban tudsz. Kvázi minden. Hát ugye, a körülesek ti állam biztos jobban tudtad. És hát most nem tudom azt, figyeljetek, amikor kihívtok egy körüles brigádot, nem fogjátok elkérni a szakmunkás bizonyítványát, hogy te figyelj, mutasd már meg, mert hát én egyébként meg... Honnan vetted észre, hogy nem értenek hozzá? Mi volt a jel, amikor elzavartad őket? Mit csináltak? Bográcsoztak, oké, okay, de hogy ittak, vagy hogy nem hallattak, vagy ferdé raktak. Szerintetek ez normális dolog? Amikor mondjuk ti bementek reggel, akkor bedobtok egy csavaros kiflit, hogy jobban menjen a duma, vagy nem tudom. Szerintem ebben az iparágban ez, igen, mondjuk ha a nagyszobádban bográcsoztak, az számomra kellemetlen zavarna utána a fűszak, mondjuk a konyhában, az rossz, hagyd le az én lakást. Jelzem azért, rendeltem nekik tojtói vécét, hogy ne kelljen a lakásba se bejönniük, úgyhogy... Ilyen, egy 50 négyzetméteres betonalapot készítettek el, és utána egyébként a ácsok voltak beütemezve, úgyhogy volt két ácsom, meg én, és akkor, hát, ahogy ti mondtátok, haláltába, de hát nyilván ennek már azért más neve, most már úgy hívjuk, hogy bandázás. Bandázás. Nem? És mennyi pénzt lehet ezzel megspórolni? Tehát mire elkészül, nagyjából kiszámoltad, hogy mindent önkezően csinálsz, lehet, hogy rámegy a házasságot, de megspórolsz egy csomó pénzt, hogy ennek nagyjából mi az ár, az ember mit spórol, ha mindent M4-es, ő csinál? M4-es BMW. Nem nézek nagyon M4-et. Mm-hmm. Ja, BMW. Ja. Egy M4-es hát BMW árát spórolod ezzel meg. Körülbelül. Aha. És a Zsuzsi most hol lakik? Vagy ő most hova költözött? Mert innen el. Részben értem. Azért ez egy meredek sztori. Valami fedett helyre? Hát egy katakombában a Hortobágyon. Nem tudom, hogy nem. Hát neki is van egy saját lakása, és ugye föl lett nekem ajánlva, hogy költöznek én is oda. De mivel, hogy én itt dolgozom a házunktól nem messze, és reggel hétre járok, és dolgozom 3 óráig, aztán utána megyek föl, és akkor csinálom a tetőteret. De ezek a dolgok mind elő lettek ám készítve, szóval, hogy tavaly úgy voltunk, hogy akkor tavaly elkezdjük az építkezést, tavaly előtt akkor elmentünk nyaralni, és úgy lefotóltunk. Persze, hát minden elő voltak készítve, a vihar meg hirtelen jön. Persze, hát ez egy ilyen dolog, hogy aztán hirtelen az ott esti kezd. Tudom, te mondtad, hogy neked minden fontos ember, ez van egy számod. Hát te, hogyha gondolom, hogyha mondjuk egy tetőt lebontod, akkor fölhívod, hogy ne gyere, mert be fogunk ázni. De persze, mondom, az egész elő lett készítve, most az, hogy ebből egy ilyen dolog alakult. Aha. Most. Jó van. Rámondják, hogy a házasságunk rámegy erre. Hát nem, nem most mondtuk, hát nem mi mondtuk, hanem az exed vagy a Zsuzsi mondta, hát nem más mondta, nem Gábor, hát azért nem mi mondtuk ezt, hanem a feleséged, aki vagy a barátnő. A Zsuzsi nem mondhatta azt se például, most figyeljetek, azért ti is tisztában vagytok azzal, hogy az újságírók nem szeretik mindig teljesen a valóságot leírni, mert az nem mindig annyira érdekes, mint hogyha belevisznek valamit is, ki 5 éve építi. Hát nem vagyok ilyen, hogy 5. Hát majd lesz annyi, ahogy hallom. Hát most még nincs annyi, hát majd lesz. Hát most még nem annyi. De ti férj és feleség vagytok egyébként? Tehát hozzád is ment? Abszolút. Igen? Abszolút. És közös a gyerek? És te adtad össze magatokat? Olcsóbb volt. Arrébb lökted a papot, hogy hagyjad öreg, ezt jobban tudom. Hívtam egy paksajtot, és akkor ő összeadta itt a kertbe, itt a kert végében, akkor még egész más volt a környezet. Nem, hát egy normális esküvünk volt. Aha. Na jó van. Én bírom az ilyen ezermestereket, le a kalappal előtted, Gábor. Szerintem az önbizalmatok sokkor nagyobb, mint a tudásotok sokszor, de hogy egyébként ez tök... Nem, most ez nem magadra értem, csak hogy azért ez tök menő, hogy ennek valaki így nekiáll. Kicsit néha beesik az eső, kicsit lavorra rohangálsz, de hát ott hülyék ne jöjjenek, hát te megoldod. Szóval, hogy ezt így kell. Hát most 60-70 évet élünk, hogyha most azt írod, hogy egy évet elvesz az életedből, ez csekély. Persze, hát aztán micsoda minőség lesz ez halva ezt. Hát azért utána majd aztán... Hát meg tudod, hogy te csináltad. Akartam egyébként akartam majd mondani, hogy küldök egy előtte és utána valót, és figyelj, körülbelül egy éve tanulmányozom az ausztrál építési stílust, és abban építem fel, és ezt nem tudja meg egy de milyen az ausztrál, csak két mondatban hogyan jellemezni? Tehát mi az ausztrál építész? Nem tudom, mitől jellegzetes, vagy milyen az? Figyelj, ezt nem tudom neked két mondatban.
kettő darab didzseridó a sarokban, vagy tehát, hogy, tehát mi az ausztrál, tehát ugye egy lakásban, igen, hogy köszön vissza, csak kíváncsiak az ausztrál, tehát sok fát használsz, gerendákat, tölgyet, makkot, bükköt. Modern rusztikus, hogyha... Modern rusztikus. Modern rusztikus. Az a dilettánsok vagytok ezen téren, úgyhogy... Abszolút igazad van. Itt a Kábor abszolút igazad van. Hát na, mert egy csavart nem tudok becsavarni, tök igazad van. Hát ezt hallottam, azt hallottam. Néha a rádiózás sem megy annyira, de... Igen. Semmi gond. Nem esik be ugyanaz eső a lakásban, de legalább nyugodtan alszunk, nem tudok becsavarni egy csavart. Igen, de kinek mi? Hát azért ezt tudod, hát az embere válogatja. De várjuk majd az utána képet, mert mi nekünk 2030-ig szól a szerződés, hogy így bele fog. Jó, jó. Igen. Akkor küldöm Jani hamarabb egy kihány. Szám szerint tudod, hogy hány emberrel vesztél össze? Tehát van egy számot, hogy 6-ot küldtem el, 8-at, 12-t? Nem vagyok ilyen ember. Ne így képzeljétek el, hogy most ide jön egy brigád, és akkor azonnal összeakasztjuk a bajuszunkat, és akkor már elzavarom őket. Nem így kell elképzelni. Úgy kell elképzelni, hogy van két ács, akivel együttműködik, és olyan jól tudok velük együtt dolgozni, hogy igazából nem sokára készen vagyunk. Hát tanulnak tőle, persze, hát okítod őket. Hát egy picit átkészítek a szakmát, elmenték két hónapig, most már... Nem, most úgy gondoljátok, ez a napfezet, ami láttalan? Nem. Nem, de már jönnek, ahogy hallom. Igen. Ahogy hallom, Gábor, ahogy jönnek már érted, és megint fejköpenyes csávok fognak megjelenni. Vagy mentőzöl is. Vagy közben mentőt vezet. Úgyhogy egyébként csak azt akartam tisztázni, hogy az egész nem egy 5 éves ütemterve van, de itt, szóval, hogy így kb. Egy másfél éve. Ezt mondtad, persze. És onnantól kezdve szerintem ez egy teljesen normális idő, hogyha ha valaki építkezett már, akkor ezt tudja, és hát azt is tudják, hogy az építkezés során nem minden felékig telj fel, és hogy vannak olyan dolgok, amikor súrolódások. Ez tisztelt, ezért akartunk meghallgatni, hát nekünk ez tegnapi témánk volt, és ezért adtuk meg a lehetőséget, hogy beszélj, meg kíváncsiak voltunk. Ugye te tegnap bejelentkeztél adásról, még mondtuk, hogy persze, akkor már nem fértél bele, de hogy mondd el a verziódat, tökre kíváncsiak voltunk, hogy mi van a háttérben, persze. Hogy a Zsuzsi nyilatkozata tényleg durvának tűnt, hogy akkor telt be a pohár, amikor beesett az eső a tetőn, és akkor fogta a gyereket elvitte, és akkor bejelentkeztél ezért. Gondoltuk, a karaktered értem. Megvan nyilván, tehát hogy azért ez így abszolút értjük. Gábor, most kaptál olyan ígéretet a Zsuzsitól, hogy a kész van minden, akkor visszajönnek? Van ilyenről szó, abszolút, van ilyenről szó. Aha. Tehát, hogyha ha megoldódik, be tudtok költözni, igen, akkor azért lesz békülés. Jó van, hát akkor hajrá tovább. Hát nyomjad, most már akkor van végén vagy, aztán majd meglátjuk. Szerintem ez valahol nagyon bevállalós, hogy ezt így egyedül nyomod. Mondom én ezt úgy, hogy tényleg egy szöget nem tudnék becsavarni. De látok, én ezt élvezem csinálni, szóval, hogy én nekem ez nem egy nyűg, amikor mondjuk reggel 7-kor elkezdek dolgozni a munkahelyemen, utána végzek 3-kor, és valahogy hajnali 2-3-ig el vagyok, és utána meg reggel ugye megyek dolgozni, ezt csinálom egy éve, én ezt rászántam az életemből, a Zsuzsi ezt tudta, most egy kicsit nehezebb. Jó, hát hajrá, drukkolunk. Eltávolodtunk, persze. Drukkolunk, ezért figyelj, az építkezés az mindenhol azért egy ilyen neuralgikus pont. Tehát aki építkezik, az tudja, hogy arra egy házasság ráment, nem egy házasság ment már rá. Nem ezt kívánom, meg béküljetek ide, azért az építkezés... Ha így is fog alakulni, nem én leszek az első, de hát mondom, egyszer már egymásokat láttunk, úgyhogy ez a történet meg igazából... Hajrá, Gábor, drukkolunk. Köszi, hogy bejelentkeztél tegnap, amikor hallottad, hogy beszélünk erről, mert örülünk, hogy tudtunk beszélni. Jó? Kicsit felkaptam a vizet, amit jelentek. Hát mondom, ember, hát mondom, mit csávóznak ezek, azt sem tudják, ki vagyok. Jó, de hát itt vagy, és el tudtad mondani, hát meghallgattunk. Igen. Hát akkor arccal az elkészült lakásház, vagy bármi, amit csinálsz a felém. Jó, drukkolunk, akkor meg, hogy rendbe jöjjön a kapcsolatod is. Megveszek, akkor dobok egy képet. Jó, egy előtte utánát, amit ígértél, azért az dobjad. Három címre, mert mi akkor már nem leszünk együtt. Jó, akkor lejár a szerződésünk. Öregek otthonában majd eltudom. Jó. Drukkolunk, Gábor. Csáó, köszi, hogy beszéltél. Szia, Gábor. Hello. Igen, a típus megvan, nem? Akivel azért nem egyszerű építkezni, mert hogy... Tehát, hogy minden nem fölkapja a vizet, mindent jobban tud. De nagyon lelkes azért, azt mondjuk meg, hogy egyedül nekiállni gyerekek, azért a le a kalapa. Szóval ahhoz azért kell bátorság. Kényelmes lesz az a ház egyedül is. Tessék? Hát ez már Zsuzsi döntése. Nem. Fél 10, még nincs fél 9, 2 perccel jövünk mindjárt a játékkal a hírek után.
3:09 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és ugye hát az építkezésekről, az építkezések alatt megtörtént válásokról, befutcsolt kapcsolatokról kezdtünk már tegnap beszélni, és arról, hogy ki mennyire ezermester, aztán ugye megadtuk a lehetőséget Völgyi Zsuzsi párjának, hogy a tegnapi megszólásunkra reflektáljon, mert hogy ő már tegnap bejelentkezett, hogy szeretné elmondani, hogy mi az igazság, ugye Zsuzsi elköltözésével kapcsolatban. Hát nem lehet azért könnyű vele sem, ez kiderült a beszélgetésből. Ugyanakkor meg nyilván drukkolunk, hogy a kapcsolat az rendbe jöjjön. Ugye elmondta Gábor, hogy hosszú-hosszú ide egy éve építi ő már ezt a lakást, ami ház is, de lakás is, és hogy ott milyen problémák voltak. És hát ezt megállapítottuk, igen, hogy azért ez az építkezés, ebbe belevágni közösen, azért ez sok kapcsolatot, még a legstabilabb kapcsolatokat is megterheli, és hát nehéz próbatétel elé állítja. Figyelj, szakértelmehez nem tudok hozzászólni, azt tényleg nem látjuk, nem ismerjük őt, a jó szándék az megkérdőjelezhetetlen. Az építkezéssel kapcsolatos, igen. Jó szándékra gondolsz. Igen, igen. Balázs, műszaki kérdésekben legyél felkészült, te vagy ne erőltesd, mert a világ másik fele ehhez nagyjából ért, és rossz szívben tűnsz fel, írt a Gergő. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Ez jó. Szeged, becsavarod a csavart, beszegeled. A csavart, ütöm, a ceget, igen. Csavarom. Fölháborít az a főkészületlenség. Igen, uh-huh. De mi legalább nem játsszuk el azt, hogy értünk valamihez. Igen, igen. Ez egyébként nem, ez egy őszinte műsor. Ez abszolút, tökre vállalom, igen. Én ma este Völgyi Zsuzsinak tapsolok, hogy ott hagyja ezt a srácot nekünk valaki. Nem is értem, mi az a baj, a ciszternát csinált a nappaliból. Valahogy fel kell fogni az esővizet. Ez nagyon jó. Igen. Meg beltéri medence. Komolyan nem nézitek a jó oldalát. Tényleg. Ugye? És még nem is fogyaszt vizet, mert esővízzel. Ki van ezt találva, öcsém? Hát, és szobavízesés. Csak mi hülyék, nem értjük. Igen. Szerinted naphallgató legyen Balázs, amikor azt mondta, hogy igazad van, én egyedül egy szöget sem bírnék becsavarni. Mondjuk azt én se, de gondolkozik rajta, hogy hogy kell. Úgy ezt az interjú felé voltam. Hát de nem az a szép, ahol a műsorvezető is felvállalja a sebezhetőséget? Hát, hát az vesse rám az első kevet. Érted, megnézheted a Wikipédián, vagy felhívhatnál apádat, de te őszintén bevállalod. Igen. Vali szívesen megnézek egy telesok műsorban. Kedves nézőink, ezt a fűtőt hogy a francba kell használni? Igen. Nem is érdekel, viszont itt egy flex. De most nagyon olcsó, használjuk ezt a furot. Annál őszintébb nem lenne egyébként, hogy te beállnál egy ilyen tévéshowba, és megpróbál eladni valamilyen kis kézi szerszámot, vagy valamilyen barkácsgépet, és kb. Fél perc után. Elegem van ebből a szarból, vegyék meg, mert nem kapok jutalékot. Igen, vegyék meg, mindegy, hogy kell összerakni, hogy kell használni. Nem, én ezt tegnap is elmondtam, hogy szerintem ez nem, tehát hogy ez ebből én semmiféle ilyen presztízs kérdést nem csinálok, vagy... Viki annál inkább, de nem annál is. Inkább, de tehát ezért jó, hideg-meleg, érted? Az északi pólus, déli pólus. Tehát, hogy amiben ő jó, abban én nem vagyok jó, amiben én nem vagyok abban jó. Hát nem, figyelj, nem. Tehát ezt mi jó, kiegészítjük. A csapat hagyd, az tényleg szakmunka. Neki bőven elég, hogyha odaállsz, és legközelebb, amikor építi a Green Vault, a zöld falat, érted? Akkor odaállsz, és akkor egy picit így besegítesz neki. Megdicsérem. Kezébe adod a folyondárt, vagy mit tudom én, érted? Ennyi. Locsolgatod közben a növényeket. Tápsoldatos locsolót, vagy ilyesmi. Picit segítesz neki, az már szerintem már maga lesz a döbbenet a részéről. Igen. Úgy, hogy nem alszol. Igen. Fel a kérdés. Igen. A Modern Noé írta nekünk, Dani, valaki hajót, valaki házat évít. Kedves szimpatikus ember, Zsuzsi helyében én már a telefonbeszélgetésért válnék, írta valaki. Gábor megosztotta a hallgatóinkat. Igen, szerintem tök-tökös a fickó, hogy ez bevállalja egyébként. Le a kalapon, hogy valaki egyedül csinálja ezt meg, és lezavarja a hozzá nem értő brigádokat. Hajrá, Gábor, mi veled vagyunk, mi hasonlóan jártunk, majdnem elváltunk, de végül is beköltöztünk álmaink lakásába, és megérte. Azt mondja, hogy az ilyenektől van tele Facebookon az építőipari szégyenfal csoport, írta valaki, ez is egy hozzászólás. Figyeljetek, hát megosztja a tényleg hallgatókat. Tök szimpatikus, jó fejember. Ő mindent megtesz a családjáért. Én ezt nagyon értékelem. Ezt István küldte nekünk. Basszus, én is magamnak csináltam mindent, de csak egy asztrámban írtam. Valaki ugye az emlékeznek. Négyes bömös megtakarítottuk az árából. Igen. Hát figyelj, elmenni kitanulni az ácsmesterségét, azért egy-két hónap alatt utána már az ácsokkal együtt nyomni. Bátor. Azért az komoly, igen. Na jó van, oké, játszunk akkor egy újabb játékot? Hadd szóljon! Klímás játékunkkal fagyasztják arcunkra a mosolyt? Ez van? Beszélek. Ez van, itt van a játékosunk. Halló Laci, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Hello, Laci, ilyen pasi napunkban. Laci, honnan hívtál minket? Fehérvárról hívtál bennünket. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát voltam pék. Oh. Hol? Tehát az hogy? Hát az pont egy olyan munka, azt gondolom az ember, hogy nem, korona ide, korona oda. Nem, mindenki sütott, tudod. Fölvásároltuk a lisztet előletek, mi nincs miből csinálni, és ezért megszüntették az állásodat. Nem, áll Istennek, lisztből is élesztőbb is volt elég, amikor kellett. Hát igazándiból mi inkább kisebb boltoknak szállítunk,
és hát úgy vettük észre, hogy eléggé visszaesett a forgalom, már amit látunk a rendelésekből, és hát ideiglenesen most az a döntés született, hogy akkor most egyelőre álljunk. Hogy akkor, és el is bocsátottak, tehát hogy ez nem egy ilyen saját vállalkozás volt, hanem alkalmazott voltam. Nem alkalmazottként voltam, hát ígéretet kaptam arra, hogy természetesen, hogyha igény van rá, akkor visszavesznek, de hivatalosan igen, el lettem bocsátva. Akkor az ember, hogy a péknek nem nehéz állást találni, nem? Hogy ugye vannak állandó munkák, mint például a pék, ami mindig kell, mert hogy a kenyérfogyasztás az nem esik be. Vagy csak most 4 millió pék országban lettünk, ugye? Úgy nézzük, akkor benzin is kell mindig, aztán egymás után zárják be a benzinkutakat is. Igazad van, igen. És de azt megérted, a benzinkutat kicsit megérted, mert most ugye nem ment senki autóval. Hát keresztet igen. És akkor most mit csinálsz? Vagy hogy próbálsz meg most munkát találni, vagy merre próbálkozol? Próbálkozol hát egyáltalán nyilván? Hát most igen, végül is ilyen szempontból szerencsés szakmám van, mellette még villanyszerelő végzettségem is van, úgyhogy talán nem fogunk éjjel halni, de hát egyelőre úgy vagyok vele, hogy van egy minimális megtakarításunk. Hát persze nyitott szemmel jár az ember, de hát most egyre földolgozzuk ezt a sokkot. Hát szurkolunk, hogy változzon ez a helyzet pozitív. Hát köszönöm szépen. Hány gyerek van? 3. 3 gyerek. A mindenit. Na hát, ha jól játszol, legalább klímára nem kell költeni. Van egy klíma. Nem fogunk fázni. Igen, vagy nem lesz melegetek, vagy fázni fogtuk, nagyon igen. Bocsánat. Lakásban laktok? Házban laktok? Székesfehérváron? Társasházban, igen. Társasházban, nagyon jó. Na hát, ugye ezen a héten egy split klímát adunk, ami ide a játékunkkal, és aztán jövő héten váltunk majd mobil klímára. Jó, úgyhogy te akkor egy split klímát tudsz megnyerni. Igen, az a különbség, hogy a mobilt ezt el lehet vinni, a split jelenleg még be van ide építve a stúdió. Igen, te ha megnyered, akkor kiszereljük. Igen. Vagy hívjuk Gábort, hogy szerelje ki nekünk. Na, vagy beköltözünk a családba. Vagy eljöttök ide, és akkor jöttök nálunk. Igen. Oké, Ferivel szeretné játszani, jól tudom? Igen. Ámi Fejér megye, hát tartsunk össze. Fejér megye, Fejér megye, persze. Jelentett lakcímem van, érted, Velencén, haló? Hát tőled senki nem vitathatja el. Hát persze, hát Fejér megye játszani, Fejér megye. Úgy van, hát, így van. Lőrincékkel szoktak úgyis. Pontosan így van. Oké, ugye nagyon egyszerű a történet, arcunkra kell fagyasztani a mosolyt, ugye ehhez segít nekünk, vagy ebben segít nekünk egy, hát egy ilyen kis szájpecek, ez a hivatalos neve. Most, ahogy láttam, nem szólásmondás, amit ki kell találnod, hanem csak úgy, mint tegnap, egy sima mondat. Tehát ugye egy teljesen egyszerű, azt nem mondom, hogy hétköznapi mondat, talán az egyszerű sem állja meg a helyét ebben a formában. Ez a számban van. De Feri tegnap ezt nagyon jól hozta, nagyon. Tehát artikuláltan, szépen, megfelelő rutinnal azért a 20-30 éves kocsmai múltal a háta mögött azért ezt nagyon artikulálta, hozta ezt a játékot. Rengeteg késdobálóban rögtön tudták, hogy miről van. Igen, azt öreggel elmondtas, hogy haza tudnál vinni, mert nem bírok járni, azért ezt ki kellett gyakorolni. Így vagyok, nekem egy ez egy ilyen mondókaszerű, mondhatjuk, ugye? Ne segíts. Ne segítsek, hát jó? Ne többet nem mondok. Okay. Hát reméljük, most már elkerülképpen elazult az arcot, hogy nem jutál. Igen, tegnap kapott egy kis, tényleg az arcára fagyott a történet. Van gyerek, aki segít, vagy párod ott van, vagy hol játszol most? Nem, most bejöttem a volt munkájámra még egy pár dolgot összeszedni, és itt mondtam, hogy hát maradék lisztet ilyeneket. Előhagy nekem ezek semmit, hogy a volt munkahelyeden te most még pár dolgot összeszedsz, az valójában mit jelent, lennének tippjeim, hogy... Személyes dolgokat az összeknémből játszani, meg... De a sajátodból. Na jó, a 30-40 kiló liszt, egy pici élesztő, egy pici adalékanyag. Hál' Istennek, ezek a lemez szekrények, ezek nagyon gyorsan engednek. Ugye, egy-két más a lisztjavítószer. Hát csak, hogy a legfontosabb meglegyen. Na jó, Laci, reméljük, hogy hamar találsz munkát magadnak, tényleg. Oké, Ferikém, akkor pattints be, jó? És akkor hát próbáld megfejteni, jó, Laci, hogy mi lehet maga a mondat. Jó? Iszol még egyet, Feri? Kérendeljek még egy kör? Ebben van még egy kör. Oké, na, akkor halljuk a mondatot. Figyelj. Kérem? Szerintem ezt neked kell játszani végezteleti. Ez már az volt? Ez még nem az volt? Most jön az a mondat. Most jön az eleje. Na figyelj. Szerintem egyértelmű, hogy neki a segyen, Laci. Teljesen egyértelmű. Mondd be a megoldást. A jeges fuvallatot érzed már, amit nyom a klíma. Halljuk még egyszer.
Én most hívnám a taxiteket, mert az én most ültettem egy taxit. Laci, teljesen egyértelmű. Mondd kérlek, mit hallottál? Tisztalthatatlan. Ne csinálj! Ne csinálj! Na. Na. Még a taxiba ül, de mondani akar valamit. Fészi, visszanyálad, törlést kérünk, Jani. Itt a törlőnk. A kicsúrral törlöm. Halljuk. Ne, Jani, ne. Ne, Jani, rohadjak meg szépek egyetlen Laci, szót. Nem hiszem, hogy nem tudod. Ezt komolyan mondom, hogy csinált. Hát már mindenki tudja itt a stábban. Hát ez most már teljesen egyértelmű. Na, próbálj, várj, segíteni kicsit. Kollega, aki segíteni, és... Jó. Csak nézd. Töröljünk kicsit, töröljünk. Igen, mi van? Tanghancikét. Gyere, gyere, gyere! Gyere, gyere, gyere! Ja, nincs meg az eleje? Az eleje szerintem már egy kicsit érthető. Nyele. Mi azt? Próbáljuk szavanként, figyelj. Nyele. Nyele. Mondjad. Laci. Nyele. Laci. Gyegenye. Gyegenye. Ne röviden, figyelj, hallgass, figyelj. Gyere. 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 Na, bejjebb vagyunk. Gyere, gyere, Nyuri, gyere. Na, gyere. 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 Igen. Zsiri! Gyere, Zsuzsi! Gyere! Gyere, Zsuzsi! Gyere! Zsuzsi! Gyere, Zsuzsi, gyere! Zsuzsi! Gyere, Zsuzsi, gyere! Nagyon jó, nagyon jó! Majdnem, igen! Zsuzsi! Zsuzsi! Nem Zsuzsi! Tedd vissza! Nem Zsuzsi! Gyere! Gyere, Zsuzsi, gyere! Gyere, Gyuri! Gyere! Győrbe! Jó van! Igen, jó? Zsiri Zsuhagyárra! Győri Zsuhagyárba? Gyere, Zsuha! Igen? Zsuhagyújtagasni! Na? Én csak tisztelni tudok, gyupát gyújtogasni! Gyere, Gyuri, Győrbe! This is what he wants. Annak is köszönöm, aki ezt a mondatot kitaláltam. Hát nem értette? Gyere, Gyuri, Győrbe, Győri, Gyufagyárba, gyufát gyújtogatni. De jó, eljött a kollega, akiben már volt három tüske. Alkoholisták, kocsma tulajdonosok, presszósok, mindenki ír nekünk, hogy gyerekek itt értik a vendégek. Álva üvöltötték, hogy gyere, Győrbe, gyufát gyújtogatni. Hát elnézést kérek a felítőn megint. Nagyon jó. Ez Feri játék a gyerekek. Senki nem játszhatja más. Megvan a játék koronázatlan királya. Laci, gratulálunk neked, megvan a klíma, használjátok egészsége, reméljük egy picit ez is segít, vagy hát legalábbis. Nagyon szépen köszönöm. Én gratulálok a Ferinek, hogy mondani valamit. Köszönöm, nagyon-nagyon igyekszem. Szeretem ezt a játékot, de majd tényleg zsigerből megy. Rutinból hozott. Laci, küldjük neked, jó? És akkor reméljük, hogy megoldódik a dolog minél előbb. Találsz munkát. Köszönjük szépen. Hello. Egyébként egy teljesen hétköznapi mondat, hogy gyere, Gyuri, Győrbe, gyufát gyújtogatni, mit csinálni. Ezzel szoktuk nézni az alkoholfokot. Ha rendesen kibírod mondani, még nem vagy részed. Ezt kérdezi a rendőr is, el tudod mondani, akkor nem itt elsőre. Gyere, Gyuri, Győrbe. Nem is értem, ez miért nem ment elsőre egyébként. Maradjon meg rovatnak. Ez Feri játéka. Csak Feri játszhatja ezt a játékot. Mi bár, akár minden nap tejbe mártom a fejemet, csak így hallgató pénzt. Ne is erőszakoskodj, ez maradjon a tiéd. Ez csak te játszhatod. Na jó, van 6 perc, pontosan 9 óra, még egy játékunk van, ugye? 3 darab kérdésre kell válaszolni, úgyhogy még jövünk egy Mizó játékkal, küldhetitek az SMS-eket, ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 10 percen itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, közlekedésében egy kicsit kevés van, küldjetek el nekünk, ha láttok valamit, jó, hogy mi helyzet az utakon.
tudjuk mondani. Időjárásunk szempontjából tudunk-e valami újat, Ferenc? Hát ilyen szütyögös a mai nap, de nem hideg, tehát az, hogy nincs nap, meg egy picit így néha csöpörög, de a hétvégére meg rossz idő lesz. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés és az irritációmentes allergia szezon támogatója az Allergodil. De várj, úgy lesz rossz idő, hogy csak szombaton még jó, hát, és aztán vasárnap... 26 fokat mondanak, az nem rossz. Szombás este jön az Armageddon, ami sarkvidéki hideggel, lehűléssel, éjszakai fagyokkal, havazással, jeges mezővel. Durva lesz. Lehet, hogy kicsit túloztam. Itt szerintem egy picit, de nem nagyon. Igen. De hogy tényleg jön. A vasárnapunk az oda. 18 fok jeges északi szél és lehűlés. De ez a szokásos május, ez most már mindig ilyen. Azért nem szokott ilyen mínusz lenni. Igen, nem. Fagyőszentek azért már mögöttünk vannak. Figyelj, azt olvastam, hogy olyan mennyi olyan 1-2 körül van. Na hát azért az nem normális. És május vége van, mert 20-a. Uh-huh. Áfát befizetni. Mindegy. Muskát tudok bevenni az ablakból, jó? Bevenni, áfát befizetni. És az 1%-ról ne feledkezzetek meg, jó? Ma lehet utoljára rendelkezni az adatok 1%-áról, és nagyon nagy szüksége van a különböző alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, stb. Erre az 1%-ra ebből tudják finanszírozni majd a működésüket sok esetben. Jó? Arról ma lehet rendelkezni, hogy mondod, így van utoljára. Postai úton, hogyha ma még feladjátok, akkor az még érvényesnek számít, holnap már sajnos nem, illetve éjfél után már nem, de elektronikus formában bármikor megtehetitek ezt, és nagyon-nagyon-nagyon kell ez az 1%. Tényleg, nagyon nagy bajban van rengeteg szervezet. Én ugye mindig az állatvédő szervezeteket szoktam mondani, na most ők kiemelten rossz helyzetben vannak sajnos. Nem tudtak adományokat gyűjteni, rengeteg olyan menhely van, ahol szinte már éheznek az állatok, tényleg ne tartsátok meg, vagy ne feledkezzetek meg erről az 1%-ról. Nektek semmiben nem kerül, ha meg nem nyilatkoztok róla, akkor egyszerűen bemarad az államkasszába, egy filléretekben nem kerül, csak egy pici időbe. Tényleg. Rendelkezzetek róla. És ha már autós állatkert, vagy hát autók, akkor ugye beszéltünk arról, de hát azért említsük meg, mert büszkék vagyunk arra, hogy nem sokára nyílik Magyarország első autószafari parkja. Ez az! Elképzeltük a jeleneteket, hogy hogy lehet, hát hogy is hajt majd be a magyar az autóval, ugye ebbe a kis szafari parkba, zsiráfok, tevék, oroszlánok, na jó, nem, jegesmedvék, hát pingvinek, zebrák. És lesz az autók között minden sétáló? Lesz, gyerekek. Kürtös kalácsos. Törökmézes. Kopog az ablakon. Törökmézes, igen. Nyomba akasztható tálcával bekopog. Kókuszosat, a magyar, fariasat. A magyar Jurassic Park, hát nyílik nem sokára. Mennek majd az autók, egy kicsi bunyó, egy kicsi verekedés, egy kicsi nagymamarablás, jó lesz, úgyhogy... De én nem bírom elégszer meghallgatni ezt a zenét ma reggel. Kérlek, szólíts fel a rosszul közlekedő Suzuki-t. Nagyon szépen kérjük, ott hátul! A Suzuki-s fiatalembert, hogy ne puszkolja be, legyen kedves a Jábor antilopot a csomagtartóba! És az Impalát se, nem a Chevrolet Impaláshoz szóltam, a Suzuki-shoz! Jó? Tartozik! Megy a magyar szafariba! A jószágon! Megy a magyar szafariba! Csak mondom, foglaltam. Ne! Gyulci beregisztrált, megy a kis Noelke, meg a kis Bennetke szafarit nézni. S ma már oda tudtok menni? Nem. Valamikor. Hát a csókot kérnék, csókot, akkor oda mennék. Csókot de nem. Csókot kérnék, oda mennék, de nem, június adott időpontot a komputer. Ó, de kemény. Azt mondta, hogy Benecske Noelka csak júniusban láthatja a kis Cserkov majmokat ugrabugrálni a kocsi tetején. Lehet, hogy érdemes lenne oda szólni, nem? Hogy legyek? Lehet, hogy ez is mire készítsék az ebrát, hogy mosolyogjon, vagy mire gondolsz, hogy legyen barátságos a zsirát? Kiboxolják. Kiboxolják a zebrát, megfessék az oroszlánt, ami újra. Igen, felturbozzák a labradort, ami egyébként majd egy tigris lesz. Nem, én rendesen kézzel, beregisztráltam. Nem mondom. Annyira tele volt, le is fagyott az oldal, amikor beszéltük róla, hogy júniusra adott időpontot, hogy júniusban megy a kis Benetke, meg a kis Inoelke, kezébe az ócse megével megetetni a pávján. Te jó. Megyünk majd. Nagyon aranyos lesz majd. Visszük a szafari sátrat is, itt alszunk. Kis újckaja kedvedet, gusztít a majmot. Hát tudják, hogy a családhoz megyek először, úgyhogy. Pisukám, de most bávjám, hogy új egyenesen messze vagyok, én nem fognak melismerni, nem mozogjál, legyél. Figyeljetek, ezek beidomított cirkuszi állatok. Azért, csak ne legyen a majmon, én annyit kérek, ne legyen a majmon smoking. Tehát, itt van a Balázsé, indíts gusztit, a szintányíros majmat. Tere-tere!
Nem, csak ez ne legyen. Igen. Én elmegyek, megnézek, és tudok jót mondani. Ne legyen, ne legyen majom cilinderbe, izével, smokingba. Tehát ne lássak tényleg is, és ne legyenek vedlőszőrű, tehát ilyen foszlott tevék. Tehát attól behalok. Tényleg. Én a Veszprémi állatkertről is nagyon jót mondtam most. Adjon dicsértem őket, hogy, hogy gyönyörű, tényleg. Tehát nagyon-nagyon szép. Amikor fáradtam, szőrt vedlelve, nem tudom, fekszik az állat. Szerintem a Budapest állatkertben azért rinocéros az 50 éve ott fekszik. Itt van a Balázs, hogy gyorsan fordítsák meg a romedárokat a bal oldala, azt nem mondja. Hát, a bal oldala szebb, na. És két lábra áll az elefánt, és elkezd labdázni, vagy mi a meglát? Egyébként tényleg. Az biztos, legyen egy... benne van a vérükbe. Legyen egy szaltózó majom, ami átugrik egy tűzkarikát. Nagyon szeretem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nagyon jó. Na jó van, hát meglátjuk majd. Charlie a majom is ott lesz, igen. Láttátok az egyik fapados légitársaságot, hogy mivel köszöntik az utasok? Születésnapjuk van. Mi történik? Mi történt? Ez a mindenkinek elvitte az anyát. A Covid mindenkinek elvitte az eszét. Észrevettétek? Dél-Koreában felfújható guminők ülnek a lelátón. Németországban hosszú ilyen vízihengerekkel ülnek az emberekbe a kávézókba, hogy megtartsák a másfél métert. A Ferihegyen azt látod, hogy mindenki az egyik fapados légitársaság egyenruhájába táncolva várja a vendégeket. Mi történt? Mit hozott el a korona? Ráértek, két hónapig megtanultak táncolni, leforgatták, hát nem aranyos. És csodálatos anyag le, avatar. Ugye, hogy azt kezd megőrülni a világ? Anna, te nem érzed, hogy kezd megbolondulni mindenki? Már megbolondultunk. Hol? Azt látod, hogy ugye 16. születésnapjukat ünnepelték, de cuki, és leforgattak egy kis filmet, hogy megérkeznek a Ferihegyi repülőtérre, és táncot lejtenek maszkban, szigorúan kis táskával, a stewardessek, a pilóták, és aztán beszáll ebbe a reptéren a kiszolgáló személyzet is. Van egy kis ilyen NDK-zenés ajándékosár hangulata. Még van mit csiszolni. És a Halidéjszínűdal szól alatta. És erre táncolnak, és bedobnak a check-in pulthoz egy ilyen gumirepülőt. Ezt nem értettem. Bedobnak a check-in pultra egy gumirepülőt, érted? És van egy pillanat, amikor a sárga ilyen egyenruhás csávók, akik ülnek a pult mögött, csekkolnak, meg ugye a reptéri személyzet, ők is beszállnak. És egyszerre és veszik fel a telefont. Mindenki. Azt nem tudom, láttad, és akkor nagyon boldogok, azt megértem, mert 1000 forint per percén lehetünk. Józsi, van egy telefon, vedd fel, sokáig beszél vele, mert nagyon sokat kell fizetni 0-90-es vonalra. És táncolnak a stewardessek, mindenki. Egy laza 3 perces ilyen kis... Hát ilyen flash mob jelleggel hozták ezt össze. Igen. És visszadobja a repülőt a földi személyzet. Így van. Visszadobja és egy Ryanair-es tovább rúgja. arra jár egy Ryanair-es, kiszúrja. Voltatok mindig. Egy Ryanair-es arra jár, és gyorsan kiszúrja. Beszáll a kiszolgáló személyzet, és úgy nézik meg a mágnes kapunál, meg ahogy van nálad valamilyen hegyes szúros, tehát táncolva. Megvan ott a másfél méter? Nincsen. Nem se lenne meg. És most megint hozzák ezt a gumirepülőt, és megint bedobják a check-in pulthoz, és együtt a gumirepülővel jönnek le a mozgó lépcsőn. Tehát egy 86-os zenebutik főcím. Nagyjából, tehát körülbelül az a sztár. Tényleg. Zenebutik, zenehír. Elképesztő. Egy saját videóklipet. Zenebutik, zene, légihír. Juhát előtt. Tényleg, azt látod, hogy így valahogy mindenki kezd elborulni. Én tudom, hogy még nem utaznak annyian. Meg szeretné ez a légitársaság, hogy menjünk sokan. Meg utazzunk, nem? De egyébként mi kiek, megelégszünk azzal, nem vágnak meg 80 euróra. De a gumirepülőt nagyon szeretnék dobálni. A gumirepülőt dobálják össze-vissza. Az a maximum látvány. Már benn vagyunk a belső váróban, itt már a rendőrség, a munkatárs is beszállt, legalábbis olyan, hát ilyen nem is tudom, vállap van rajtuk. Vagyok a pilóta? Persze, pilóta. Igen, nem, az más. És a repülőn is láttunk már forgatott jeleneteket. Szájmaszban, gumikesztyűvel szigorúan. Hát, ettől így megjön a kedved utazni, vagy ettől lesz? Felizgatott. Hát a jó, de téged minden meg. Gumikesztyű felizgat, és minden szájmasz. Minden szuárt veszük ilyen egyébként? Igen. Nagyon csinosak. Igen. Nagyon csinik. Igen. Nagyon csinosak. De úgy válogatják őket. Csinosak azt csinik, igen. Igen. Azt az elrévedező tekintetet. És van mozgáskultúra is. Ki a kopasz srác? Na mindegy. Ő izgatott föl leginkább. Nem, kicsit olyan volt, mint a illenék. Nem tudom, én még mindig nem vagyok kibékülve ezzel az utazós dologgal, hát, hogy ez hogy lesz. Lehetsz. Ez még nekem mindig nem állt össze. Még mindig nem tudom, hogy mi van. Hát a 2 hét karantén azért az. Engem csak az bizonytanít el. Ha kell velük megyek, táncoljanak nekem, nem zavar. Csak ne vágjanak meg 100 euróra, ha nagyobb 2 centivel. A sokkal jobban érdekel, hogy jöjjenek pontosan, és ne vágjanak meg, ha egy kicsit nagyobb a kézipontját. De hogy ez a 2 hét karantén ezekkel még nem állt össze. Hogy olvasom, hogy nyitnak az országok. Nem, nekem nem az odaúttal van bajom, még mindig, hanem a vissza. Hogy akkor üldögész. Hát amiről beszéltük a múltkor, hogy ha van egy friss, mondjuk 24 órán belüli negatív koronavírus teszted, azt szerintem sok mindent megoldana.
Úgyhogy ha már viszed magaddal. De hát, amikor nem, visszaérkezel, megcsináltod, ott van a teszt, akkor nincs két hét karantén. De két hét karantén. De azért kell, mert ugye két hét a lappangási idő. Tehát ha én ma leszállok a rodoszi repülőgépről a nyaralás után, akkor ott mondjuk megcsináltatom a tesztet akár a reptéren is, attól én még a két hét alatt beteg lehetek, mert most még érted nem mutatja ki. Persze, 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 az nem automatikusan karanténban mész, egyelőre ez van. Mi van, hogyha az nem nyaralásnak számít, hanem az számít karanténnak? Tehát te két hétre kimész, de az a két hét karantén. Aha, jó, ez jó. Szerintem elfogadják. Na, szerintem meg is vagyunk. Ez megvan, hogy valamelyik étterem, meg ugye, ha már tényleg mindenki kezd megőrülni, feltöltötte, csak visszatérve, hogy kicsit ez a Covid, ez elhozott, az egy ilyen őrületet, látva ezt a kis filmet, hogy hogyan próbálják megünnepelni a születésnapot és visszababuzsgatni az embereket. Ugye a dél-koreai foci csapatáról beszéltünk, hogy guminőket rendeltek a lelátóra. Igen. És egy étterem talán, én nem is tudom, Berlinben vagy Németországban, ugye berakta ezeket a kis hosszú kukacokat, de van, ahol beraktak ilyen étkező vendégeket, hogy ne tűnjenek üresnek az asztalok. Azt olvastátok, azt a hírt. Beültették, hát vagy papírból, vagy igen, vagy ők is felfújták. Be, ugye minden másik asztalt üresen kell hagyni. És beültettek oda ilyen, ott szintén ilyen műbábukat. Csak azért, hogy te beülsz az étterembe, akkor ne tűnjön úgy, hogy kicsit olyan hézagos a történet. Vagy ne érezze azt, hogy hú, azért ez a járvány ez így meghozta, vagy itt maradt velünk, legalábbis vizuálisan biztos, hogy látod. És azért azt mondta az étterem, hogy oké, semmi baj, és ott ilyen műemberek esznek. Lerakják eléjük az ételt, és berakják így a kezüket késsel villába. Van, aki poharat fog. Nem mozog, tehát viszonylag fixen van. Mennyire bizarr. Csak ezzel az a baj, hogy azt látod, hogy minden második asztalnál ülnek. Hát igen, hát igen, tele van az étterem, nincs hely, hiszen a köztük lévő asztalok meg ugye üresek kell, hogy maradjanak. Nem ülhet. Egy látod, étterembe. Kicsit merevek, kicsit lassan esznek, de hát érted, itt nincs hely. Túl finom a kaja, igen, azért van, lassan akarja meg. Én szívesen megyek be oda, ami inkább tele van. Tehát az étterem atmoszféra, persze, az jó. Kettő, az nem két, baj. Két étterem van egymás, mert az egyik üres, abban mész be, ahol vannak. Csak valószínűleg ők kirakják egy olyan, hogy bábuk is vannak. Tehát hogy tud, hogy nem ők megszegik a szabályokat, hanem ők föltöltötték a helyeket. De ilyen alapon akkor a vonatokra nem kéne, vagy a buszok. Hát ott is lehet, nem? Hogy meglegyen az az élményed, igen. Mondjuk a BKV-k tele vannak reggel, tehát oda nem kellene ilyen nyugdíjas atrapok, mert az mindenhol tele van. Egy dolgot mondjatok meg nekem, tegnap hívott a vasút, várt a MÁV, és akkor nem zsémleskedsz, 1000 forint ér zsémleskedj egy kicsit. Egy picit sem. Leültem egy Intercity-re, ugye a másodosztályon lehet ott is utazni Budapest bérlettel, hogyha közigazgatási határon belül vagyok. Leültem a sarokba, akkor még egyedül voltam, aztán folyamatosan érkeztek az utasok, akik hova ültek le. Csak körén, óriási a kép. Jani előtt a tökéres vagon, kivéve az a néhány hely, ami közvetlenül hogy, Jani mellett hogy van. Hogy értitek, hogy ott van egy teljesen üres szerelvény, Megbíztatom. Meglátnálok én is odaülni. Igen, a kis hát aranyos az pedig csak a tarkóm, amit láttam belőle. Tökre megörülnék neked, ott ülnél egy vonaton lenni, hogy sértésnek veszem, ha nem ül oda. Hát örüljön, hogy ott ülsz, és üljön oda. Hát ezzel nincs semmi baj. Így jöttek nagyon kedves szimpatikus sokszor... hölgyek voltak, hogy ez igen. Miért van? Szerintem én ezt oda vezettem vissza, hogy szerintem ez egy ilyen tökősi ösztön. Ezt én is látom éttermekben, ha lemész egy... Tehát, hogy szerintem genetikailag van ez benne az emberben. Hogy csapatban erősebbek vagyunk. Nem tudhatod azért, hogy csak késve jön a hír, ez nem tudhatod. De hogy ezt megfigyelted éttermekben is, ezt megfigyelted egy üres moziban is, ez szállodákban is, ezt megfigyelted, hogyha valahol wellness-ezel is ülsz egy helyen, hogy nagyjából kettővel arrébből lerakja a törölközőt. És mi ezért nagyon sokat beszélgettünk erről, és én ezt oda vezettem vissza, hogy szerintem ebben van valamilyen ősi ösztönkör, ami dolgozik, a túlélés, az életösztön, a menekülés, hogy egyszerűen tényleg régen is genetikailag ugye úgy voltál kódolva, hogy gyűjjetek össze a tűz köré, megóvjátok egymást, vigyáztok egymásra, és valahogy ez a program ezt bekapcsol, és azért ültek melléd, mert hogy ott is ülnek ketten, ott én biztonságban vagyok, inkább odaülök. Én eleve nagyon távol megyek. Tehát de az én esetemben ez pont ellenkezőleg működik. De hogy szerintem ez ide vezethető vissza, nem? Ennyi. Hogy leültek oda négyen köréd, mert akkor ott úgy kuckóztatok egy kicsit. Köhögött valaki hangosan, vagy te fölálltál és elmentél a másik végébe? Köhögött? Miután megcsináltam a képet, felálltam, hogy előre menjek, és akkor kezdett az egyik hölgy köhögni. Mondtam, akkor megvagyok. Futás, Jani, akkor futás! Megvagyok. Nagyon kedvesek, nagyon szimpatikusok voltak, egyszerűen nem értettem, hogy miért nem tudják egy picit szellősebben megtölteni. De miért, amikor valaki köhög, ti még így összerándultok? Tehát van egy ilyen rossz eszetek bejut? Ezt most akkor olyan kérdezem. Persze. Nem mondjuk, én nem tömegközlekedek. Igen? Igen. Igen? Igen. Van egy ilyen rejtett, titkos, ilyen kódolatlan halálfélelem, ami így beüt egy köhögésnél? Valószínűleg ez onnan jön. De van benne valami. Jó, a BKV az mondjuk egy zártabb tér, tehát azt mondjuk megértem. Én nem BKV-zom, nem tudom, mi, amikor valaki tarkon köhög. Nagyon köhögött a nő? Tehát, hogy ilyen
ez a véres, kehes, igazi? Igen, és a harapillag. Tehát tudod, van az, aki nagyon krákog, nagyon köhög, hallott, hogy biztos, hogy nagyon beteg. A fehér szájmaszk abban a pillanatban vörössé változott. Igen, egy kirajzolt egy embetűt, mint motaba. Nincsen még ez teljesen egyértelmű mögöttünk, meg a múlt héten még itt tombolt. Tombolt a sztori, hogyha azt veszük, legalábbis Budapest vagy Pest megye vissza. Na azért, na jó, azért ez a 2000 fertőzött, azért ezt ne hívjuk tombolásnak. Tehát ugye mindent megértek, amit az operatív törzs mond, de azért ez a tombolás, Tomi, nagyon... És szerintem azért a tombolástól nagyon messze voltunk ezzel a 2000 darab fertőzöttel, vagy nem tudom mivel. Minden évben van, nem tudom, 15 000 halál influenzában, és 31 millió fertőzött, és 20 000 halott, most meg van 400, hál' Isten, és 2000 fertőzött, tehát azért nem kaptam szintjén sokkot. Tehát, hogy bárhol mentél, bármit nyitottál meg, bármilyen hát oldal, mindenhonnan csak ezt hallottad, tehát nem volt még ez annyira régen, hogy az emberből ezek így kitörlődjenek. A másik pedig az, hogy tömegközlekedési eszközök folyamatosan ugye ott kell lenned, kötelező jelleggel, a szerelvényein is, mindenki, persze ez kötelező. Engednek nem, föl? Nem. De nem lehet, ez egy ilyen generációs dolog, hogy a fiatalok tombolnak tényleg az Erzsébet téren a Gödörben, és azt látod, hogy buliznak, ugye megnyitott újra, és hogy minél idősebb vagy, valószínűleg a félelem annál erősebb. Ezt most akkor olyan kérdezem, ez nem lehet. Bár a nyugdíjasok közben meg azt látod, hogy ők hát, semmi. Tehát ők aztán ott mennek. De hogy valószínűleg 20 évvel ezelőtt talán ennyire se vettük volna komolyan. Tehát itt lehet egy ilyen generációs beli félelemérzet, nem? Hogy egyre jobban félsz az ilyenek. Hogy egyáltalán nem félsz, középkorban nagyon megéri, és utána bátor. Aztán már egyetlen dolog fontos számodra. És aztán valahol 65 és 80 között az pedig már azt mondta, hogy nekem nem mondja meg senki. Nem, utána, az ego az így működik. Van egy időszak, amikor tényleg az van, hogy mit tudom én, érted, cangázás, lábtengózás, utána jönnek a csajok, utána egy kis pénzkeresés, nyaralások, stb. Utána jönnek az unokák, és végül a piacnap. Nem a piacnap, igen. Nem, mert az ott már az ego egészen más, hogy működik, ott már megkövesed azt, hogy nekem ezt nem mondhatja meg. Én nem félek senkitől. Nekem ezt nem mondhatja meg senki. És az a négy sávos út, amin nem megyek át, ha el akarok menni a leálpiacra. De ezt én értem. De hogy közben valószínűleg egy 16 éves fejében is ez jár, amikor a buszon van, mert szerintem egyébként magasol teszre. Tehát, és ez nem rossz vagy jó, hanem egyszerűen itt generációs különbségek vannak a gondolkodásban. Én legalábbis azt látom. Felelőtlen vagy 16 évesen? Nem érzed még annyira. Nem, egyszerűen nem érint meg annyira. Hát sebezhetetlennek érzed magad, fiatal vagy, tombolnak benne hormonok, nem érdekel a korona. Hát nézd meg tegnap, mi volt a Gödörben, meg az Erzsébet téren. Hát ott Müller Cecília és Györfi Pál szívinfarktust kapott. Igen. Volna. Ők ketten ezt meglátták, körbejártak volna. Halló, megyerek haza! 30-as csapatok robbantak volna szét azonnal, ahol a Györfi bemegy kézenfogva Müller Ceciával. Hol van a nyúnyókájuk? Miért nincsenek már ágyba? Mi ez a vattombolás? Igen, egymást puszilgassák, maximum a nagymamát. Mit csinál így majd a COVID-19 nyára, amikor jön a második hullám vagy térre? Hát ott a másik poharából. És én azt gondolom, hogy itt szerintem itt máshogy gondolkozol. Tehát, hogy egy fiatal, egy középkorú és egy idős. Tök máshogy állsz magához, hogy van a korona, ami egy exakt dolog, hogy most van, mennyi fertőzött van. És akkor van ilyen egymást kerülgetitek, méregetitek egymást a békán, van ilyen bizalmatlanság? Tehát, hogy elindul az ember leszállni a vonatról egy másikkal, és akkor előrengeled, ő is rád néz. Tehát érezhető ez még, hogy az emberekben ez ott van? A távolságot, meg ahogy leültök például a metron, tehát, hogy nem ülsz le senki mellé jó esetben. Megfogod ugyanazt a fogantyút? Ez milyen érdekes, hogy azért ez így nem. Inkább elesel? Inkább elesel? Nem, inkább egyensúlyozott. Kicsit olyan tudom. Oh, néz a csávó, hogy így van, ez az M3-as volna nekem a Surf Paradise. Az M2-es, ahogy kijön a fekete térből a Pillangó utcánál fölfele, ott te meglovagolod, mint Hawaii-on azt a nagy hullámot. Állsz, és nem esel el. Te például nem kapaszkodsz? De kapaszkodok, csak fertőtlenítek folyamatosan. Már nem lefújod a kapaszkodok? Nem, kapaszkodok, és utána, amikor leszálltam, utána ja, szépen lefertőtlenítem a kezem. Mondom, tehát ez nálunk is volt. Hát Viki, mondom, lefújta a sajtburgeremet a drive-ba. Tehát, hogy picit az íze más volt, megettem. Csak amikor átázott a papír, akkor... Ez most nagyon... Mi minden? Nem, azt hittem, rosszul látok. Már mindegy, éhes vagyok. Nem volt rossz íze, picit más volt. Egy dolgot, és ezt nagyon komolyan mondom, mert nagyon sokan ugye ezzel viccelődnek, kiröhögik, papuskás, hogyha paranoia, akármi. Ez nem csak azoknak az embereknek az érdekét szolgálja, akik így élnek, vagy ezekre a dolgokra odafigyelnek, hanem mindenki másét is. Tehát én, amikor ilyen vagyok, vagy jogkövető vagyok, vagy igyekszem például ezekre a dolgokra. Persze, ez tiszta, de ez én tiszta. Én másokkal is törődök, nem csak saját magammal. Kézzed, én ezt elengedtem. Én puszit adom, én ölelkezek. Én valójában nem, ez most annyira átment, hogy így olyan, mintha nem is lett volna. Tehát volt egy ilyen 2 hónap karantén. A megsínlett, semmi, kész. Így van. Tehát, hogy teljesen. Nyári immunitás! Gyere meg, hogy jön.
Nem, tényleg, tehát, hogy előre elnézést kérek, de simán abszolút le foglak köhögni benneteket a konyhában, és nem fog föltűnni, hogy most hangosan köhögök. Tehát, hogy nem fogok arrébb vonulni. Csak az, hogy másnap megint home office-ban vagyok, az fog feltűnni. Az fog feltűnni, hogy megy föl a lázad. Meg az fog föltűnni, hogy Jani belefújja a fertőtlenítőt a szárba. Köhög! Szóval, nem tudom, de hogy így magamat is tanulmányozom, hogy miért estem át ennyire a ló másik oldalára, de én most azt gondolom, hogy nincs valódi veszély, vagy hogy elmúlt, vagy elment. Fölszabadul, följöttél a víz alól, vagy a tej alól, érted? Irettektem magam, nem tudom. Na jól van, játszunk egy utolsó játékot, 50 ezer forintot lehet még nyerni, jó? Az utolsó mizós játékunk van, úgyhogy lehet jelentkezni játékra SMS-ben. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Jaj, nagyon várom ezt a magyar szafarit. A nap legjobb pillanatai között is benne lesz, majd 7 óra után elképzeltük, hogy hogy néz ez ki a valóságban. Jó, majd lesz. A temperamentumosabb látogatóval, az esetlenül vezetővel, a túlvezéreltel, aki kiszáll, aki nem talál vissza az autójához, a BMW-sel, aki verekedni akar, a papával, aki be akarja gyűjteni a szurikátát, szóval, hogy nagyon, nagyon szerettem ezt a részt, ugye nyílik az első szafari park. De ötvöségtől ez egy nagyon jó, nagyon kis kreatív ötlet. Nagyon szerettem. Szabadon az állatok, van egy kis pénz belőle. Igen, igen. Van. Minden nap az elütött állatok átadása vadásztársaságoknak, igen, feldolgozásra, de nagyon, nagyon klassz lesz. Így nagyon van, felélegeznek az oroszlánok, és végre nem kell tüzes karikákon átugrálni. Így van. Így van. Majom is. Néhány közeli benzinkúton, majd egyszer csak egy-egy teve, ami éppen kiszökött, mert nem volt áram a kerítésben. Na, én nagyon látom ezt magam előtt. Kíváncsi, hogy elkoborod Cerkóf majom, támadják meg az Aldinak a kukáit, hogy ételt tudjanak rabolni maguknak egyébként Szada mellett. Hát csak nehéz lesz ezeket az állatokat rászoktatni arra, hogy ez egy új tevékenység, itt nem kell ugyanazokat a dolgokat csinálni, amiket korábban évekig csináltak. Igen, ennek úgy örülök, hogy ezzel leszámolt a világ. Így van. Ó, úgy örülök ennek tényleg, hogy ezek az állatos cirkusszámok kivonultak, tehát hogy ez minden, ez a legjobb, ami történhetett a cirkusszal, hogy nem látsz tényleg cigánykerekező majmot cilinderben. Igen, ez majd meglepődsz, a kocsiból kilopja a majom a pulóveredet, és fölveszi. Fölve, igen, ellopja a sapkámat, és átugrik egy tüzes karikát. Igen. Ha meglátok két lábon egy úszkárt, nagyon mérges leszek. Nem akarok két lábú úszkárokat látni. Nagyon szépen kérjük, hogy a kaskályos öriember hegyen kedves visszaadni Tominak a monociklit, jó? Tomi a medve a monocikli nélkül nem tud részt venni a park munkáj. Köszönjük szépen! A magyar Jurassic Park. Balra a helikopterrel! Viszik a lelőtt állatot. Igen. Jó, rész, megkérném a számi kisebbség jelenlévő tagjait, ne akadályozzák a rinszarvas elszállítását a parkból, ez is a deal része volt, üdvözöljük Zsolt urat, igen, és köszönjük, mi is ott leszünk a kiállításon. Az meg van, az meg van, hogy két éve egy román állat, vagy egy berlini állatkertbe két román vendégmunkás levágott, igen, egy juhot. De és ők levágták. Persze, feldolgozták. A legnagyobb ír volt. Két román levágott egy kecskét a berlini állatkertbe, az meg van. Nehogy aztán ezt lássuk három hónap múlva a szadai. Sütögető emberek a szadai parkban. A szadai parkban. Azt mondják, hogy ilyen kétségbeesett mekegés még a berlini állatkertből nem jött. Érted? És hát a gyerekek népszerű állatsimogatójába beszokott két rendőr vendégmunkáskét, és kik ott helyben levágták a kecskét. Jézus Isten. Az állatsimogató egyik sztárját, Lilit. Szegény. Na, Jürgen, egy angóra kecskét. Na. És ott helyben elkezdték feldolgozni. De felvállalták, hogy ők voltak egyébként. Januárban érkeztek Berlinbe építőmunkásként, nem fizették ki őket, éhesek voltak, napok óta nem ettek, beszöktek az állatkertbe, kinézték maguknak az állatcsimogató farmot, tanyán nőttek föl Romániában, egyébként ez mindig az, és azt mondják, hogy olyan profin vágták le, hogy Lili garantáltan nem szenvedett. Jaj. Megnyugtatta a nagy közönséget. Nem volt semmi. Ja, ragú simogató. Igen. Hans, jobbra néz, ott simogás, balra ne néz, Hanszika, gyere onnan. Hanszika, szólj a kicsi Hansnak, jöjjön ki, mert itt borzasztó dolgok vannak hátul. És ketten dolgozzák fel a kecskét. Na jól van, játszunk egy utolsót, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Vicky, jó reggelt, sziasztok, Viki vagyok a Bonyból. Hello, Viki a Bonyból. Hello, Viki. Jó reggelt, de nálatok is volt egy állatkert valami, az már bezárt szerintem. De, igen, már évek ezelőtt bezárt. Ugye, ellopták a tigriseket. Ketten ugyan belehaltak, de négyen megszöktek egy ladával a tigrisekkel. És ott. Még voltunk ott nálatok családilag, még a Benni nagyon kicsi is volt. Be, igen. Kis oroszlánok voltak, igen. Én is voltam ebben egyébként, ugye én Budapestről költöztem le a Bonyba, úgyhogy mire leköltöztem, addigra már bezárt sajnos. Uh-huh.
Na jól van, Viki. 50 ezer forintot lehet nyerni, kivel szeretné játszani, vagy hát ki legyen a társad, aki, illetve nem is társ, aki csak szív ebben a játékban, áldozatot vállalva, hogy te elvidd az 50 ezer forintot. Mert itt igazából az a műsorvezető, aki a fejét tejben, aki nem tud segíteni nagyon. Tehát, hogy... Nem szeretném szívatni, de a héten még ugye neki nem volt a feje a tejben. Nem volt még, te az én vagyok. Hát már mi már mártoztunk, Kezdtettem el először a szüzességet. Te is szüzet, így van, így van. Mi már mártoztunk. Hallottad a kérdéseket, hogy itt néha idézet van, néha egy kis rejtvényt fel kell, vagy találós kérdést megfejteni. Jó, tehát hogy igazából nem nehezek, vagy folytatni valamilyen irodalmi művet. Három darab kérdésre lehet válaszolni. Jó? És úgy van meg, hogy sávosan kapod meg a pénzt, ugye? Tehát, hogy... Először 10 000 az első eltalált kérdésért, ha a másodikra találod el, akkor is 10 000. A harmadik is 10 000, és így 50 000. Viki, ügyes legyél, nehogy megfulladjon. Próbálom, nem sokáig láttam. Nekem te allergiám van. Laktózis, laktás. Nem lehet, Mizónak nincs bora, vagy mit tudom én. Mondjuk utoljára 8 éves sem volt a tejben a fejed. Hat az, tesó. De akkor is már csak a pálinkás kenyér mellé. Mi 8 évesen már fröccsöztél, azt tudom, hogy 8 évesen már nem volt te. Na figyelj, Viki, így szól az első kérdés. Ferencünk, akkor, hát akkor, hát akkor mártozzon, nem? Igen. Tehát akkor te a fejbe. Ja, a fejbe, jó. Szemüveg, nem? Ez hülye. Feli, a szemüveget nyugodtan levetted volna. Mert most szóltatok? Normálisan te levetted volna a szemüveget. Azt gondolom, így is befolyik. Meg, nem véd semmi. Feri, rohadt életbe. Így van, nézd már, te üveg. Elhomályosult. Gyerekek, annyi, hogy ma totálkára vágja a kocsiját, az emletesen az azért van, mert kicsit megbarta a foncsort a teljes szemüvegén. Na figyelj! Igen. A Rubik kocka kirakásának világrekordja 3,47 másodperc. Fel tudod-e sorolni ennyi idő alatt a Rubik kocka színeit? Óra indul! Tik-tok, mi van? Tik-tok, Lila. Feri, már egy kicsit, ezt meg kell beszélnünk. Nem? Lila. Milyen lila, basszus? Na, bele a fejedet a tejbe, halló. Lila. Sárga, narancsárga, piros, igen. Kék, igen. És fehér. Igen. Fehér, kék, piros, zöld, igen. Narancsárga, nagyon jó. Lila nincs. Nem, itt kék, tehát zöld, kék, piros, narancsárga, sárga, fehér. Igen, jó, nagyon jó. Szóltál, Feri? Mondani akartál valami? Nem, Feri. Rendben, sose volt még ilyen. Jó, mehetünk tovább. A második kérdésre megvan, Viki, a 10 000 forint. Hajnalban pont így nézhetsz ki, amikor visszacsapódik a bidéből rád. Tehát, hogy az valami pont ilyen lehet, mikor apa, ma igen, jön ki hajnalba, gyerek, és ezt látja. Nem, semmi, elrontottam a gyomrom ezt a pacallal. Oké, jöjjön a második kérdés, Viki. Hogyne. Így van, figyelj. Ja. Mondom. Öten vagyunk itt a stúdióban, figyelj. Feri feje a tejben, Jani a gépet nézi, Laci sakkozik, én műsort vezetek. Mit csinál Viki? Kamerázik. Ne, ez egy találós kérdés, ez egy lehetvény. Feri feje a tejben van, Jani gépet néz, öten vagyunk. Igen. Laci sakkozik, én műsort vezetek. Mit csinál Viki? Szóltál, Feri? Ez nem Feri, ő es. Ja? Szóltál, Fehérke? Szóval öten vagyunk. Igen. Jani gépet néz, Feri feje a tejben, igen. Laci sakkozik, én műsort vezetek. Mit csinál a Viki? Sakkozik Latival. Basszus. Mit csinál? Sakkozik a Latival. Persze, jó van. Sakkozik Lacival. Így van. Nagyon jó. Abszolút. Oké. Nálam is minden oké. Annyira próbálok figyelni Ferire, hogy ne sokáig merítsem. Ne, nyugodtan. Igen, nagyon jó. Itt szól az utolsó kérdés, figyelj. Igen. Meg lesz az 500 000 forint. Folytasd a következő kis versecskét. Hová mész te, kis nyulacska? Mondok, hogy? De ez jó, mondjad, Feri, szerintem a segítség. Hogy tetszik mondani? Hogy mondod, Viki? Feri segített? Nem, azért nem hallottam, hová mész te, kis nyulacska? Ingyon, bingyon, tálibe, tutálibe, málibe. Kérdésekkel nyerni 50 000 forint, hát tényleg nem lehet azt mondani. Nem lehet azt mondani, hogy nálunk ez nagyon lehet. Szépen köszönöm, és bocsi, Feri. Ne, semmi, nagyon jó volt, jól éreztem magam. Mit csinálsz az 50 000 forint, Viki? Júniusban lesz a 2 éves házassági évfordulónk, úgyhogy ha a korlátok engedik, akkor elmegyünk valahol kikapcsolódni.
Na, hát az tök jó, hogy így hozzájártultunk. Két év, hát akkor most még boldogan ünneplitek, nem? Most még van miről beszélni. Berúgtok. Remélem, 10 év múlva is. Tessék? Remélem, hogy a 10 év múlva is így lesz. Persze, csak akkor már mindenki a telefonját böngészi. Igen, akkor jó, külön-külön mentek. Akkor te mész kedden a párod szombaton. Jól van, Viki, hát akkor sok boldogságot szép nektek, jó? Fiatal házasok vagytok, hát ez jó. Puszi, ciao, gratulálunk! Hello, puszi, hello. Köszönjük szépen, Ferenc, 6-6-os közelműködés. Köszönjük szépen. Úttörő autót segít. Hát, nagyon rendesen hozzájárultál, lehetsz, hogy Viki megnyeri az 50 ezer forintot. Kicsit fehér malatról a szakállt. Ja, nem, az gyári. Hát már úgy is marad. Az már marad. Na, a Magyar Nemzeti Cirkusz Safari Szadányi Éli gyerekek. Megpróbáltuk elképzelni, hogy akkor ez hogy néz neki a valóságban. Mindenfajta karaktert bevonzottunk az állatkertbe, és eljátszottuk, hogy hogy néz neki a magyar szafari, illetve pontosabban hogy néz ki, mert hogy nyit. Valamint Völgyi Zsuzsiról és az ő házasságáról beszélgettünk tegnap, hogy elköltözött, mert hogy befolyt a tetőn, a soha el nem készülő ház tetején az eső, elegelet elköltözött, és tegnap jelezte a párja nekünk, hogy szeretne megszólaltatni. Mi pedig rendesen, ahogy kell, megadtuk neki a lehetőséget, hogy a mai műsorban szólaljon meg. Érdekes beszélgetés volt, azért ezt mondhatni. Igen, érdekes beszélgetés volt. Hittünk benne, hogy ez jó lesz. De szépen mondtad, igen. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Na jó, mióta építed ezt a házat? Egyetem, miért egyedül építed? Miért nem hívsz el szakembereket? Most beázik a tető és folyik az eső. Ja, nő lennék, én is elmennék. Miért nem hívsz oda valakit, aki ért hozzá? Műszaki ember vagyok, és ki tudok mindent számolni, meg tudok mindent csinálni. Nem vagyok okoskodó, hozzáteszem, egyáltalán nem. Magamra vagyok utalva, és három közös brigádot hívtam. Egyik az el is kezdte, körülbelül egy hét alatt megittak 400 liter sört. Itt pakolgattam, utánuk bográcsolgattak, el voltak, jól érezték magukat. És hát... És lezavartad és őket, és te álltál neki kőműveskedni? Hát most a kőműveskedés az mondjuk annyiban történt, hogy csináltam egy koszorút. Itt azért megfogtál volna párunkat, hogy egy ilyen tetőkoszorút összehozzunk, szóval nem kicsi dolog. Virágot is köt. Igen, követtem egy koszorút. Elmentem két éve Gyácsmenni dolgozni, hogy kitaruljam valamennyire, hogy értsek hozzá. Ott dolgoztam két éve egy ilyen másfél-két hónapot egy ács mellett. Csak kicsit hosszas, tudod? Mindig elmész, akkor elmész egy villanyszerelőhöz. Valahol megértem a Zsuzsit így hallgatva ezt a beszélgetést, azért, hogy így jó, hozott egy markánsabb döntést, hogy elmentél egy ácshoz, hogy kitanuld, és most te csinálod az ácsmelókat magatoknál? Hát figyelj, ez az egész történet már egész odáig jutott, hogy én felvásároltam egy egész asztalos műhelyet. Terveim között szerepel, hogy ezzel fog foglalkozni. Most már bútorokat is gyártok, úgyhogy ez meg már egy másik történet, de van affinitásom hozzá. A ház is lassan készen van, úgyhogy... És ez most mióta zajlik? Egy éve, két éve? Mert ugye a cikkben öt éve volt, de azt hiszem, hogy talán az egy kicsi ferdítés. Hát ez nem az idő, hogy sose készül el. Egy éve csinálom, és most már nem akarok belemenni, de 200 négyzetméterről beszélünk, ez egy teljesen normális ütemterv, ami egyáltalán nem kirívó. És akkor most egyedül vagy, mert ugye te egy olyan pali lehetsz, aki mindenkinél mindent jobban tud. Tehát viszonylag most ott vagy egyedül egy félig elbontott lakásba. Pontosan. Levonultak az ácsok, a kővesek, és akkor most ezt most úgy csinálgatod? Haladgatok. Jó, akkor megvan a karaktered nagyjából, igen, veled nem lehet könnyű. Nem? Tehát, hogy te kiszúrod, ha valaki nem ért hozzá, na, hát van, amit jobban tudsz. Kvázi minden. Hát figyelj, a kövülesek piáli nálam biztos jobban tudtak. És hát most nem tudom azt, figyeljetek, amikor kihívtok egy kövüles brigádot, nem fogjátok elkérni a szakmunkás bizonyítványát, hogy te figyelj, mutasd már meg, mert hát én egyébként meg... Honnan vetted észre, hogy nem értenek hozzá? Mi volt a jel, amikor elzavartad őket? Mit csináltak? Egy 50 négyzetméteres betonalapot készítettek el, és utána egyébként a ácsok voltak beütemezve, úgyhogy volt két ácsom, meg én, és akkor, hát, ahogy ti mondtátok, halátába, de hát nyilván ennek már azért más a neve, most már úgy hívjuk, hogy bandázás. Bandázás. Nem? És mennyi pénzt lehet ezzel megspórolni? Tehát mire elkészül, nagyjából kiszámoltad, hogy mindent önkezően csinálsz, lehet, hogy rámegy a házasságot, de megspórolsz egy csomó pénzt, hogy ennek nagyjából mi az ár, az ember mit spórol, ha mindent M4-es, ő csinál? M4-es BMW, körülbelül. És a Zsuzsi most hol lakik? Vagy ő most hova költözött? Mert innen el. Részben értem, azért ez egy meredek sztori. Valami fedett helyre? Hát egy katakombában, a Hortobágyon. Nem tudom, hogy nem. Neki is van egy saját lakása, és ugye föl lett nekem ajánlva, hogy költözzek én is oda. De mivel, hogy én itt dolgozom a házunktól nem messze, és reggel hétre járok, dolgozom 3 óráig, aztán utána megyek föl,
és akkor csinálom a tetőteret. Most az, hogy ebből egy ilyen dolog alakult. Jó van. Én bírom az ilyen ezermestereket, le a kalappal előtted, Gábor. Szerintem az önbizalmatok sokkor nagyobb, mint a tudásotok sokszor, de hogy egyébként ez tök... Nem, most ez nem magadra értem, csak hogy azért ez tök menő, hogy ennek valaki így nekiáll. Kicsit néha beesik az eső, kicsit lavorra rohangálsz, de hát ott hülyék ne jöjjenek, hát te megoldod, szóval, hogy ezt így kell. Hát most 60-70 évet élünk, hogyha most azt hiszed, hogy egy évet elves az életedből, ez csekély. Ha persze, szóval, hát persze, aztán micsoda minőség lesz ez halva ezt. Hát. Küldök egy előtte és utána valót, és figyelj, körülbelül egy éve tanulmányozom az ausztrál építészeti stílust, és abban építem fel. Milyen az ausztrál, csak két mondatban hogyan jellemezni? Kettő darab didzseridú a sarokban, vagy? Tehát, hogy, modern rusztikus, hogyha... De hát, modern rusztikus. Modern rusztikus. Azon, hogy illetlások vettök ezen téren, úgyhogy... Abszolút igazad van. Kábor, abszolút igazad van. Hát, valamire csavart nem tudok becsavarni, tök igazad van. Hát ez... Várjuk majd az utána képet, mert mi nekünk 2030-ig szól a szerződésük, hogy így belefog. Ül a Kovács család majd, ugye, és hát apuka, ami nem kicsit izgul, vagy nem annyira rutinos, és egyszer csak jön egy buzum, egy ilyen, mi volt az? Mi volt az? Mi volt az döme? És a gyerek így kinéz, és így írva, papa, papa, a zebra, a szurikáta. Igen. Papa, ez egy szurikáta volt. Papa, elszalad a zebra, nem fogjuk látni. Akkor 6000 volt a belépő. Szurikáta mögöttünk. Szurikáta alattunk. Szurikáta áll, szurikáta fekszik. Igen. Papa. De ez a tipikus magyar szafari lesz, hogy látod valahogy egy ilyen paraván mögött festik a lovat zebrára, tudod? Tehát, hogy éppen azt látod, hogy egy csávó egy ilyen kantáros nadrágba cigivel a füle mögött rohadtul fest egy patkolni való lovat, éppen húzza a csikot. Bernie Pásztort éppen fújnak át az aranyjal, hogy ő lesz az oroszlán. Tupírozott föl a szőrét oldalt. Vagy tényleg az lesz, hogy haver, nem szállsz ki a kocsiból, mert gyűn az oroszlán, aztán letépi a fejedet. És ott fekszik majd a hóleopárd, balra, jobbra meg az oroszlán. És akkor még azokról az nagyon várom. Nem beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok. Akik azt mondták, hogy te Zolika, a golyóst hoztad? Ja. Emlékeztek a Jurassic Parkba, azért ez milyen jó volt. Ez volt a zenéje, figyelj, hallgass meg, emlékeztek erre? Ezzel nyitnak majd a safari parkban. Ezt kéne adni. Fabiát, távolodjon el az állatitatótól, kérjük, távolodjon el! Nem automosó, kérjük, ne használja az állatokitató helyét automosásra! És közben megy a zene, és közben hallgatod, és te vezetsz, érted, az ott fél felfalja, az ott felborul, az kereket cserél, az ott verekszik az ebrával, az már ott húzza a ló, az már ott megtaposta az elefánt. A cerkof majmokat skálás fatyorból szalonnával letető urat kérjük, hagyja abba a tevékenységet, köszönjük! Én ezt a zenét tolnám közben végig, hogy legyen egy ilyen nyugtató hatása is, miközben érted, ott látod, hogy ez balra jön, ez jobbra jön, ez eltéved, az ott neki megy. Pákót idegenvezetőnek fűszoknyában, láncsával. A Lekosz biztonsági őrnek ebbe a parkba. Mekkora lenne, hogy akkor csináljunk tényleg egy ilyen hungarikumot. Valahol Fekete Laci arrébb rak egy négy ökrös szekeret. Kérlek, szóríts fel a Suzuki és a vízitatónál, ne. Adjuk a zenét, ezt ugye játsszuk. Nagyon szépen kérjük még egyszer, de most már utoljára, mert tényleg oda megyek. A Swift-es őri ember, az olajcserét és szakszervízben abszolválja, ha kérhetem. Jó, most elborul az agyad és elkezdesz nagyon durvány. Most megy, hogy a te vagy csak el. A
Papácska, zebrák, zebrák! Milyen mondják majd meg ötvösség, érted? Az épültemből meg! Rangassál vissza! Végyere! Most szólj a kopasz BMW-snek, kopasz hogy ne bömböltesse a zenét. Igen, ne bömböltesse a zenét, és a zebrát vegyek ki a csomagtartóból. A stílusosan hiányos hajzatú úriembert kérnek. Nem, semmi gond, csinálja, csak nyugodtan. Balázsi! A Rádió Egyen! Júj, de várom, hogy megnyisson. Hát nagyon jó jelenetek lesznek. Majd mondd, mikor vagy, mert akkor olyan itt beültetem a húgos bemondóba. Fekete március kollégát. Mit csinál? Hova megy? Hova, mit csinál? Oda? Ne üldözd a zebrát, te hülye állat. Jaj, nagyon szeretjük. Na jól van, hívjuk a naphallgatóját, akinek megszól a telefonja, figyeljen, jó? Mert hogy rohannunk el átadni Atisnak. Remek zenék itt a Rádió Egyen, maradjatok, figyeljetek a telefonotokat, valakinek csöngjen egy ajándékcsomagot, mi pedig holnap jövünk. Jó, puszi mindenkinek. Adó 1%, nem elfelejteni. Szevasztok, ciao, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel